egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevestén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Hat óra után, 7 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek. Hello mindenkinek. Jó, korán kezdünk, időben vagyunk, senki nem panaszkodhat. Hat óra után, 7-8 perccel indul is a műsor, gyerekek. Így van, utána hogy... pedig jön a 20 perces hírek. Ha csak 10. Jani, ne legyen. Igényes tájékoztatást, tudod? Igen, elhallgattam, nem tudom, mihez kötöd ezt a... Arra gondoltam, hogy elmondhatjuk, hogy ugye hóhelyzet van, és nagyon komoly. És nagyon súnyi hóhelyzet van, mert úgy a hóhelyzet, hogy nem látod az úton, de közben nagyon csúszik. Igen, tehát, hogy esett valami éjszaka, amit most nem látsz. És nem úgy van a hóhelyzet, hogy óriási a hó, csak így az útra rá van fagyva valami kis gonoszság. Igen, igen, csúszós. Esetem el fog olvadni. Ugye több 10 óra magasságban nem lesz már belőle semmi. Ebből nem. Nem, de ugye keleti megyékben nagyon mondják, hogy ilyen 20 centik. Hát ne csinálj, hogy 9 megyére figyelmeztetés. Hófúvás, 20 centics hó. Azt nem tudom, hogy esette, úgyhogy mert a hallgatók azt megírják. Nálunk nem volt Velencén. Az nem. Hát nálunk most ott van. Eső se volt. Szombat vasárnapra esőt mondtuk, ilyen 60-70%-ok nem volt nálunk semmi. Egy kicsi volt. Én voltam Balatonon is, meg de jó. Itthon is, meg mindenhol. A legjobb az érte. Gyönyörű, nyugalom van. Lángososzás. Na most nem. A lángososnál például nem lögdösnek. Két oka van, nincs aki lögdösön. Ez az egyik, a másik, nincs nyitva a lángosos. Ez az. A lángososnál nincs lögdösödés, de mi a hétvégén el kellett menjünk egy kis bevásárlásra, egy bevásárló közben, nem is klasszikusban, hanem ilyen udvaros, tudjátok, ilyen sok üzletesben, Biatorbágyra. Ja, izé, a Praja falva. Az, figyelj. Nem hiszitek el, hogy mennyien voltak. Tehát, hogy, és most már mindig ti jutok az eszembe. Mindig a vendéglettől sok. Mindig. Engedetlenségi mozgalmat hirdettek, igen. Erről majd beszéljünk. Beszéljünk. Februárban indul állítólag. Igen. És tökéletesen meg is értem. Én nagyon támogatom őket. Mi mindig minden ilyen helyre nyitásra megyünk pont azért, hogy ne fussunk bele semmilyen tömegbe, hát ehhez képest, vagy ahogy szokták mondani. Értem. Mindenki nyitásra ment. Így van. Nem tudom, hogy az már... Ez mi volt pontosan? Azt mondom, hogy bevásárlóközpontban voltunk a hétvégén. Fú, én is láttam fotókat onnan. És ráadásul kettőbe kellett elmennünk, az egyik a svéd volt, a másik meg a torvágyi. Mind a kettő csuriktele emberekkel, mondom úgy, hogy nyitásra mész oda, akkor még úgy alig vannak, kerülbelül egy óra múlva berobban a hely, és már nem lehetett parkolót találni. Tele van, mintha tényleg. Hát annyiból lehetett látni, hogy most Covid van, hogy voltak, akik volt maszk. Na jó, volt, na de mondd meg nekem, hogy mennyivel kevésbé leszek Covidos, ha leülök egy étterembe. És megiszom és megeszem valamit a családommal, a 3 méterre a másik asztaltól, mint beállok az IKEA büfébe, fasírozott tér, láttad a képet, az utcán áll a sor nagyjából. Ott voltam, láttam. 300 ember dörgölőzik össze. Ott voltam, ott álltam én is. Teljes. Dehogy is. Teljes nonsens. Hát azt a képet nonsense. Használják most a februári engedetlenségi mozgalom hívei. Miközben amit... tönkre mennek. Igen. Miközben igen, nem kapták meg a támogatást. Egy forintot se. És tudod, mi lesz a mondás? Szerintem sokkal jobban be tudja tartani azokat az előírásokat, amiket igen. Megszabnak. Tehát, hogy ott a másfél métert, ott az elszeparáltságot, az egyéb ilyen kis korlátozásokat, illetve nem kis korlátozásokat, simán, illetve sokkal könnyebben nonsense. Tudják betartani. Teljes nonsens. És tudom, mi lesz a válasz, az lesz, hogy de ott nincs rajtad maszk. Jaj, tehát amikor dörgölődsz a bevásárlóközpontba, az utcán áll a sor, az akármibe, akkor van rajtad maszk, az oké, az étterem az azért nem oké, mert ott nincs rajtad maszk. Én már tudom, hogy ez lesz a válasz. Már vicc, mert a hétvégén egyébként nem tudom miért, az engedetlenségi mozgalom 500.000 forintos büntetés igen, lesz a vége, majd beszéljünk ez róla, a baj ezzel. Beszélhetünk nyugodtan. Hát szerintem, ha mindenki kinyit, akkor mindenki 500.000 forintos. Akkor nincs ideje annak végigmenni minden államkasszán. Nekik nincs ideje. Embereket vesznek föl. Na jó, de miért kell ez? Tehát, hogy ez egyszerűen figyelj, hát azért ez rettenetesen demoralizáló. Tehát miközben te az éjhalállal küzdesz, a családod megy tönkre, és pakolod bele a milliókat az étterembe, és küzdesz a megélhetésért, azt látod, hogy az IKEA büfébe megengedik, hogy az utcán álljon a sor, és mindenki egymás nyakán, hegyi hátán birkozzon az utolsó fasírozott a szendvicsért. Hát de mondjuk, csak egy egyszerű bevásárlást, ha megemlítesz, ahol oda, fogdosod az összes répát az őtségesnél. De még a bevásárlásnál azt mondom, még azt adom kell. Tehát a bevásárlás része kell, hogy meg tudjam venni az alapvető élelmiszereket. Na de azért egy büfét, ha engedek... Na.
Miért nem engedek egy ételmet? Azért nem felejtsük el, hogy megint kapható a svédeknél a kókuszos zabgolyó. Nyilván érted, ez napi szükséglet számomra, és azért mentünk. Nincs az az ételital, amiért be tudnék menni hétvégén, ilyen a bevásárlókhoz szóra. Nincs semmi. A környékére nem megyek ezeknek. Egy Covid-tól független pánikromot kapok a bevásárlóközpontokba, és tényleg nagyon-nagyon nagy kényszerűség kell ahhoz, hogy ott minket így fel lehessen lelni, de... Most kénytelenek voltunk elmenni, és mondom, ezzel szembesültünk, hogy semmi különbség nem volt a Covid előtti időszakokhoz képest, ugyanúgy csurig volt emberek. Talán a maszk. Így van. Itt nem arról van szó, hogy az emberek nem tartották be az előírásokat, például ezt a másfél ütet, nem tudták betartani. Nem, nincs a hely. Nyomakodnak a nyakadba, lihegnek. Így van. Hogy meglegyen a húsgolyó, meg a nem tudom. Ez borzasztó. Egyébként nyilván értem, mert nem tud hova menni. Tehát nem tud hol enni. Gyors étteremben nem akar, itt legalább van valamilyen normál. Ott se tud enni. Be tud állni kocsival, ugye. Tehát meg drive-ba nem akar menni, vagy drive részben, mert az nyitva van. De mondjuk a svédeknél se tudsz. Nem lehetett kajálni, ugye nem, csak megveheted. Nem, csak megveheted a kis húsgolyóidat, meg a mit tudom, és mörgásból megeszed valahol a kocsiba. Vagy más törburgonya, a lila káposztával, kacsacombbal, azért az. Milyen kacsacomb neked te? Hát a gyereknek viszont. Ja, ő viszont szeretgeti. És amikor te pánikba esel egy ilyen bevásárlóközpontba, akkor lefekszel a padlóra, és mondod, hogy Móni, lélegeztes. Ne igen, is. Igen. Inkább az a piros kabátos kis. Nem, most kicsit lejjebb. Kimegyünk, és be is fejezem a vásárlást. Tehát, hogy ott akkor már nincsen semmi, akkor inkább lemondok arról, amiért mentünk. De komolyan, tehát szörnyű nyomasztó tud lenni. Most kénytelenek voltunk bemenni, bementünk, elintéztük a dolgokat, aztán már hús. Tehát, hogy itt nincsen ilyen sétálgatás. Nyilván ilyenkor azt látja az ember, hogy vannak egyesek, akinek úgy tűnik, mintha ez egy ilyen hétvégi program lenne, de hát ez megszokott. Ez megszokott, csak hát, hogy a körülmények egy picit mások. Csomóan szeretik ezt hétvégére. Uh-huh. Hogy bemész egy ilyenbe, jó program. De hát mondom, döbbenetes mennyiségű ember volt, és ehhez kell, mondom, nem ezzel van a gond, hanem azzal van a gond, hogy a mérleg másik serpenyéje, meg van egy olyan korlátozás, ami embereknek az egzisztenciáját érinti nagyon-nagyon súlyosan. Igen, ez egészen bosszantó. És csatlakozol a engedetlenségi mozgalom? Megyünk előre, persze, nem számít semmi. Persze, nem úgy is mindegy. 5 kiló, de ne átsna. Igen. Figyelj, nem tudom, az a baj. Ha megnyit, én elmegyek hozzád, leülök és elkávézgatok, és megreggelizem a családdal. Hát, kihasználom. Nem lesz szerintem egy csomó helyen, tehát aki nem szállít most ki, azt most képzeld el, hogy az úgy áll, hogy amikor novemberben be kellett zárni, akkor mindent eladtak lehetőség szerint. Oda hát nem rendel zárult, persze. Egy napra nem fogsz berendelni, de szerintem a nyitásnál a lényege az, hogy gyertek el, üljünk le, ígyunk egy sört, fröccsöt, kávét. Én ott vagyok, én iszom veled egy kávét. Ennyit támogatlak. Vagy mondjuk egy valamit csinálunk, azt akkor azt meg lehet enni. Nem tudom, hogy jó-e. Még, tehát, hogy nem tudom, hogy nem olyan rossz életem már nálatok. Nem az. Kibírható. Egyszer. A kávé jó. Elhető. Legalább a kávé jó. Egyszer meg lehet próbálni. Ögön. Nem tudom, hogy mit érünk el vele, hogy lehet ebben az országban. Szerintem lehet. Szerintem figyelemfelhívást, igen, kommunikációt, igen, segélykérést, igen, kommunikáljátok, hogy nem kaptátok meg a támogatást, hogy nem kaptatok semmit. Kiabál. Hogy itt, hogy tehát nyugodtan, persze, legalább egy figyelemfelhívás. Az hát igaz. Ez valakinek jusson eszébe, hogy legalább az elmúlt 3 hónapot utalják már ki nektek, amit megígértek. Hát hogy ti nem egy csodát igen. Vártok, csak azt, hogy adják oda. Már a hírekben már halljátok. Igen, hírekben már a hírekben már is költöttek. Igen, a hírekben már nagyon elégedetten hátra dőltetek. Már a hírekben is elköltötték. Helyettetek. Igen, csak még mi nem láttuk belőle egy fillérse. Ennek a dolognak működnie, de hát mindegy, ez van. Előbb jutott át a hír, mint az utalás, tudod. Igen. Mi elindítottuk, akkor mennie kellett, fiúk. Hosszú utalás, hosszú utat tesz meg. Hosszú igen. Lesz ez. Tehát valami igen, itt is így küldi valaki, hogy Lengyelországban újra kinyithatnak a vendéglátósok és a hotelek egy kompromisszum révén. Nem tudom, mi a kompromisszum, de hogy hát, ha van. Ha vállalják a büntetést, igen, köszönjük szépen. Az, hogy 1000 eurót kell fizetni. Megállapodás született a kormány és a szolgáltatói szektorban működő vállalatok között. Tessék, tehát hogy rólatok tényleg úgy gondolkodom én is, hogy aki fél, az nem menjen oda. Igen. Ne menj oda. Igen. Potenciálisan veszélyes, hogy elvesztetted valakidet, félsz, szerettek, szorongsz, jogos, nem? Igen. Egyél otthon. Így van. Akkor nem kell. Nem kell oda menni. Nem teszed ki magad a fertőzésnek, ha nem mész oda, szabadon eldönthető vagy. Kvázi senkit nem sodorsz veszélybe, mert aki oda megy, önként vállalja a veszélyt.
nem? Igen, legalább érted, tehát, az hogy... operatív törzs kiállna, és azt mondaná, hogy gyerekek, azért nem lehet az étterem nyitva, mert az, hogy te a munkahelyeden eszel, hogy BKV-n utazol, az kevés. Te érted, mondanának valamit, de itt nincs semmi. Itt az van, hogy zárjon be mindenki, ne menjél moziba, színházba, étterembe, puff, kész. Vége. Vége. Igen. Majd érted? Én azt eldöntöm, és köszönöm szépen, vállalom. Aki vállalja, azért menjen el reggelizni, ebédelni. Aki vállalja, hogy kinyit, aki vállalja, hogy elmegy oda, azt csinálja. Tehát ezért nem értem. Hát nagyobb veszélynek vagyok kitéve tényleg egy bevásárlóközpontban. De oda is azért megyek, mert vállalom. Nem? Igen. Így van. Vagy mert meg kell venni az új IKEA bútort, vagy a teamécsest, vagy amit tudom én, kókuszgolyót, vagy ilyenkor, a mogyoros csokoládi tortát, vagy a krumpli nyomót. Vettünk azt is egy újat, igen, mert régéről jön le az omlác. Le a kalappal tényleg, aki hétvégén beveti magát a forgatagba. De egyszerűen a pláza lett az egyetlen program is a vásárlás. Egyébként igen. Tehát, ha megnézed, vagy kirándulni mész. Ha tudsz. Oké, ha tudsz. Nincs csak ígérő sár, vagy igen, bemész valamelyik. Vagy bemész valamelyik, és akkor lődöröksz. Igen. És emlékezel a régi életedre. Na jól van, hát meglátjuk. És ez most mi a dátum? Február 1? 1, aha. Hát most többet is elindítottak, több ilyet, de azt hiszem, hogy a hivatalos, már úgy hivatalos, hogy az összefogó közötti hivatalos az az elsője, ezt majd. Úgyhogy meglátjuk. Meglátjük. Jönnek az SMS-ek. Jó reggelt, ömlik a hó, újra járnak a hókotrók, autópálya teljesen jól járható, ez mint Finnország. Szép napot, köszönjük szépen. Egy kis finnországos hangulatjelentés. Kinézte a Conor McGregor meccset? Én néztem. Megnézte? Fönnmaradtál, vagy fölvetted? Nem bírtam már megvárni a 4 órát, úgyhogy felvettem. Ebből kifolyólag vasárnap nem kapcsoltam be a telefonomat. Nem kapcsoltam be a telefonomat, és amikor hírek jött a rádióba, abban a pillanatban ki is kapcsoltam, mert nem akartam lelőni a poént. Úgyhogy de jó kis meccs volt, tegnap végignéztem. Hát nem csak ez volt jó kis meccs, mert előtte nekem marhára tetszett a Dan Hooker Michael Chandler meccs. Ugye Michael Chandler egy korábbi Bellator bajnok volt, aki most mutatkozott be a UFC-ben, és így Dan Hooker személyében egy nagyon jó kickboxossal került össze, és hát egy első menetes KO lett belőle, vagy a Michael Chandler részéről. Hát zseniális, hogy nagyon nagy meccs volt. Úgyhogy, de hát már látszott is rajta egyébként, hogy amikor Michael Chandler bement a 8-szögbe, akkor ott lehetett rajta látni, hogy csáv annyira örült, hosszú évek óta várt arra, hogy itt bemutatkozhasson a UFC-ben, és az emberen annyira látszott, hogy annyira akarja sikert, mint senki. Na, és ezt nem lehetett látni mondjuk Conor McGregoron. Hát elfáradt. Nem, ő nyilatkozott, olvastam nyilatkozatot, ő elmondta, hogy mi volt a baj, tehát ő lenyilatkozott. Azt mondta, hogy iszonyatosan felkészült volt az ellenfele, és rettenetesen ilyen erős lábrugásokkal ő még soha nem találkozott, és a második menetre neki elfogyott mindene, mert nem érezett soha ilyen fizikai erős lábrugásokat. Tehát azt mondta, hogy ilyen szintű, a kezét még csak fogta volna, de mondta, hogy ilyen szintű erős fizikummal, lábrugásokkal egyszerűen, és ez lebontotta mindenfajta önbizalmát, fizikai fájdalmai de voltak. Már a sajtótájékoztatóra mankóval érkezett. Igen, és azt mondta, hogy nehéz feldolgozni, a gyerekekkel szeretne lenni, de mondta, hogy a lábrugások azok kicsinálták. Tehát ezzel nem tud mit csinálni. Azt igen, ez is fura volt egyébként, hogy már a felkészülésre a családdal érkezett együtt, tehát nem zárta ki ezeket az úgymond zavaró tényezőket, idézőjelben zavaró, és a sportoló ilyenkor inkább azt választja, hogy messzebb legyen a családtól, és hogy ne velük kell foglalkozni, meg az egész pereputtyal együtt érkezett. Mert egy családcentrikus, rendes fiú. Figyelj, felkészült ő normálisan, csak hát... Az ellenfél jobban felkészült. Olyan is felkészült rendesen, igen. Meg hát ugye őt fűtötte azért a visszavágásnak a vágya, meg 2014-ben ők már találkoztak egymással, akkor ugye le lett káozva elég csúnyán, és hát ő azóta nagyon sokat volt a ringben, nagyon sokat meccselt, nem volt rajta semmiféle ilyen ringrosda, ahogy szokták mondani, ehhez képest meg Conor McGregor meg így időnként így feltűnik, itt talán fél évente egyszer, akkor csinál valamit. Hát reagált is az a kis Khabib, vagy Habib, vagy Habib, hogy hívják, igen. A nagyon jót írt, egy Twitter posztban annyit mondott, ez történik, ha csapatot váltasz, elhagyod az edzőpartnereidet, akik bajnokat tettek, és kis gyerekekkel edzel a realitást mellőzve. Én nem látok bele, valószínűleg csapatváltás igen, volt, nem edzett rendesen. Nem, a csapatváltás az nem volt meg. Nem volt. Ugyanazokkal az emberekkel készül egyébként, tehát a hosszú évet. Valamire Habib írt valamit. Hát kóstolgatta szerintem egy kicsit. Elhagyod az edzőpartnereidet, és gyerekekkel edzel. Hát nála ugye nála szintén kérdés még ugye a visszatérés, ugye azt mondta, hogy azért is jó, hogy ott van, meg valójában egyébként azért is volt ott a Fight Islanden, hogy megnézze, hogy hát ha van valami meglepetés, hát ha van valamilyen olyan harcos, aki mondjuk így egy kicsit őt abba az irányba tologatja, hogy neki akkor még vissza kell térnie, és akkor ezt a 29-0-ás kis nyerőszériát mondjuk ilyen 30-0-ásra
feltornázza, de hát nem tudom, hogy neki most így ki tetszett jobb, hogy tetszett neki Dustin Poirier, vagy Michael Chandler, vagy ilyesmi, mert ők hát látok, ő is visszatér majd, igen. Van az a pénz. Igen, az biztos, hogy van, igen, majd a mamát vagy valahogy meggyőzi, hogy... Igen, hogy na, még a kis nyugdíjad mellé mama egy kis keresetét. Persze, mamának megígérte, ugye? Igen. Én nem láttam a meccset, el is felejtettem. De én utólag néztem. Utólag majd akkor én is belepillantok, belenézek. Jó volt egyébként. Hát érdekes volt, izgalmas volt. De nekem ez a Michael Chandler történet tetszett a legjobb. Ott tényleg azt lehetett érezni, hogy tényleg harapta a levegőt. Iszonyatosan örült. Annyira látszott arra, hogy pezseg a csávó, hogy már úgy ment be, hogy úristen, hogy mekkora élmény végre. Igen, tehát hogy ekkora különbség úgy tűnik a Bellator meg a UFC között, hogy... És a McGregor azért keresett annyi pénzt, hogy tud venni megint egy ilyen 600 milliós órát magának még. Ja, tud venni még egyet. Igen, jó, igen, megnyugodtam. Igen. Tud. Jó. Valószínűleg valahogy összejönnek, igen. Összejön, de megmondta egyébként, hogy mindenképpen vissza fog térni, tehát most nincs ilyen, hogy akkor most visszavonulok, és akkor ide. Hál' Istennek, ő nem tartozik azok közé, profi küzdősportolók közé, akiket egy vereség mondjuk úgy visszavet annyi, hogy na jó, akkor most durcásan elvonulok. Hát volt rám magyar példa is. Ő nem. Ő vissza fog jönni mindenképpen, és mondta, hogy hát ott kell lenni a ringben, dolgozni kell folyamatosan, és akkor tud győzni. Így meg nem. Aha. És akkor nem kérdeztek vissza, hogy akkor eddig miért nem csináltad? Hát, mert inkább a viszki márkájának a népszerűsítésével foglalkozott, mert abból volt pénz. Ja. Hát iszonyat lóvét keresett ő, persze. Igen, valaki azt írja, hogy nem vette le a 600 milliós órát, és így jól látszik. Abba elfáradt, hogy emelgette azt a kis szép kis órácskát ott a kezén egyébként, igen. Na jól van, okker, azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak még. Gyorsan itt mindenki reagál az étterem nyitással, közben egy-két közlekedési SMS, azokat beolvastuk. Ja, jók voltak a kézislányok. Ja, persze, csak mondani akartam még a Dustin Poirier-re fogadóknak gratulálok, mert ott egy ilyen 3,5-szeres óc volt. Igen, a McGregor ellen? Igen. Az komoly. Úgyhogy ott lehetett szakítani. Ja, de ez nem a McGregor, az, hanem az előző meccs, nem? Tehát az nem ne, a... dehogy nem, de, az de, a McGregor... de igen, a McGregor ellenfere. Ilyen komoly, ilyen sansztalannak tűnt, igen, a csávó? Igen, ez, mondjuk én picit furcsálottam ezt a dolgot, de hát ettől függetlenül ez volt az óc, azzal lehetett már nagyot söpörni. Megtetted? És örülünk? Örülünk. Rohadtul, nem? Nem, másik volt. Kicsit miért? Egy ötücskét fölraksz, hát az nem egy akkora. Az orosz jégkoronggal voltam elfogalva. Az orosz jégkoronggal? Persze, meg is lett az eredmény. De ott örülünk? Ne. Ott se örülünk. Ott se rohadjanak. Semmi? Ez a sportfogadás, ez egy izgalmas dolog. Egyszer fel, egyszer le. Igen. Mindenki nyerne, akkor érted. Akkor nem lenne benne biznisz, világos. Hát igen, akkor nem lenne ilyen. Jó, nem lenne ilyen. De mi a kéziseknek drukkolunk ma? Hogyne, bizony, kézilabda van. Spanyolország ellen ugye a csoport elsőség a tét. Mert mindig? Mert nem valami elődöntő? Nem. Az már benn vannak az elődöntőben, még a középdöntőnek az utolsó meccse ma vár ránk, és tök jó lenne, hogy ezt megnyernénk, mert akkor makulátlan mérleggel kerülnénk be az elődöntőbe. Nagyon jó. És van is szanszunk bőven. Ha lesz kivel játszani. Ja. Délutánra. Ha délutánra kiáll a másik csapat, igen. Jól van, na, ennyit akkor így bevezetőnek, lehet jelentkezni gyorsan a játékunkra. Jó, mindjárt nézem itt a összesítéseket, hogy hogy állunk, 8-6-ra vezettek, drága hallgatók. Az egész szép. A dupla pontozásnak köszönhető. A dupla pontozásnak köszönhető. De hát ezt nem vetjük mindig a szemetekre, mert mi ajánlottuk fel nektek. De ha szépen meneteltek, de ott loholunk a nyakatokon, úgyhogy nem engedjük azért, hogy... Elmenjetek, jó, lehet jelentkezni játékra, írjatok közlekedési híreket, és mi van a hóhelyzettel, autópályák, minden érdekel bennünket, mi pedig jövünk mindjárt. Jó, a hírek után 4 perc, pontosan 6:30. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:47 lesz, pontosan 1 perc múlva. M5 Kecskemét felé az első lehajtó közepénél egy nyerges csúszott a szalagkorlátra, kaptuk SMS-ben, nagyon szűkösen lehet. Szegény Zsolt. Igen, barról kikerülni, neki vigyázzon, mert havas latyakos az út, Lucifer küldte nekünk, M3-as 60 felé kisbagi pihenőnél, kamion keresztben, mentés zajlik, Pest felé haladók bámészkodás miatt a bagi lehajtótól már arra szól, úgyhogy hát elindulta. Elindult a hétfő reggel, gyerekek, óvatosan csúsznak az utak, hókásás, latyakos. Ahogy szokták mondani a szakemberek. Ahogy mondják, igen, havas, hókásás, latyakos. Tegnap úgy mondták, latyak fog esni az égből. Hát a latyak nem eshet. Igen? Egyből ezt mondták, hogy egyből latyak. Előtte van a jövő. Latyak leesik, aztán összeáll.
Hát és egész héten ez a 2-3, mínusz 2, mínusz 1, 0. Szóval igen, hát sok örömünk nem lesz még a januári időjárásban. Viszont gyerekek, egy hét múlva ilyenkor már azért csak februárra fordulunk rá. Ami még azért lehet havas, lehet rossz. Az már azért, az már azért nagyon-nagyon az, hogy... Ott már érzed, hogy majd kijussz a teraszokra. Egy picit. Kávézol. Érzed, kávézol, aztán jön a NAV és bezáratja az éttermedet, és polgári engedetlenségi mozgalomnak hívják. Éged is elvisztek. Azonnal felakasztanak az útszélén, igen, inkább bezavarnak az IKEA-ba, hogy bőjétek meg egymást a húzgolyóját. Tűzszöljétek halálra egymást. Mert azt lehet viszont úgy, hogy igen, ez továbbra is érdekes. Na, azt nézem, hogy... Jézusom. Azt nézem, hogy 8-6 jelen pillanatban az állás. Ti vezettek, drága hallgatók, 8-6-ra. 8-6. No, ez de szép most ez. Akár 10-6 is lehet, de 8-7 is, meglátjuk. 8-6, 10-6. Így van. 8-7, minden esetőséget felvázoltunk. De vért ittunk és vasat ettünk ma reggel, úgyhogy. Igen, úgy érzed? Na, igen. Majd visszaaludt. Elmondta ezt a mondatot, majd visszaaludt. Igen. Na, nézzük meg, hogy kivel játszunk ma reggel. Halló, jó reggel, drága hallgatónk! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggel! Hello, Jani, honnan hívtál minket? Jelen pillanatban Écsről, éppen úton megyek Pannonhalmára dolgozni. Igen, Écs. Ez Pannonhalma mellett van. De nem écsi vagy, csak ott állsz most. Hát vezetek, igazából győri vagyok. Aha, győr Pannonhalma. Écs, kivel játszanál? Janival. Jani versus Jani. Igen. A név miatt esett Janira a választás, hogy Janival? Azért is, mert szereti Pannonhalmát Jani, meg itt a Bakonyt, úgyhogy gondoltam, imádom. Akkor megpróbálkozok vele. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon ravaszd vagy. Nagyon ravaszd vagy, így van, oké. Okay. Csak nem Écs mellett van. Na figyelj, igen. Milyen foglalkozol, azt mondtad már? Igen, hát tervező vagyok egy cégnél. Tervező vagy egy cégnél, aha. És mit tervezel? Polgári engedetlensége. Igen, meg most, hogy meggyerem a játékot, azt tervezem. Azt tervezem, igen. Nagykonyhai bútorokat, ennyit mondok. Aha. Éttermekbe? Igen, aha, éttermekbe. Akkor sok melótok most nincs. Hát azért... Az vannak, akik terveznek, akik csinálgatják? Igen, aha. Hát ilyen pályázatos dolgok is vannak, és azok is mennek. Aha. Azt se éri el mindenki. Igen. Jól van. Na indítjuk a játékot akkor. Jó, figyeljetek. Mehetünk, Jani? Mindenki felkészül? Mehetünk. Akkor igen. 3, 2, 1 és tessék. Jani, hívhatlak Janinak? Persze. Én is Jani vagyok, tudod? Tudom. Na. Képzeld el, parancsolj. Hogy van 2 lányom. Két lányod? 2 lányom van. Ikrek? Hát egyik. Lehettek volna azok is, de... Az egyik idősebb. Ott voltam, most nem. Ott van a pontocská. Nem teljesen mondtam. Na de... jó, persze. Az egy tiszta, jól érthető. Nem volt egy picit elharapva a végét. Ajjaj, Jani, hát ne haragudj, Jani, trusszám. Nagyon ügyes vagy. Menni kell előre, mert nagyon lemaradunk. Nagyon lemaradunk, igen. 8-7 így viszont feljöttünk. Belátható közelségbe kerültünk. 8-7. Igen, sajnos elbuktam. Na, mindegy. Köszi a játékot! Én is köszönöm. Szép napot nektek! Szia! Szia! Szép napot! Hello! Na jó, azért ez kellett, hogy így indítsuk a hetet. Jó vagy, Jani. Igen. Mindenképpen ezt mondtuk volna egyébként. Alá kell támasztam, igen, jó vagyok. Jaj, Pannonhalma, egy jó kis levendulás krémes, az most beférne. Majd hétvégén elmész. Ja, tényleg. Na, csak úgy elugrunk Pannonhalmára. Hát most, na. Elvitelre hozhatsz onnan. Hogy csinálnak. Ilyet? Kész. Ha egyáltalán nyitva vannak, tudod, hát az jó kérdés. Nyitva vannak szerintem. Igen? Igen, nyitva vannak, elvitelre lehet tőlük hozni. Nagyon jó kis cuki. Ez ott az Apátság aljában? Igen, valahol? Így van, ez az Apátsági cukrászda. Ja, az Apátsági cukrászda. Levendulás krémes. Ők a legjobbak ebben. Sok el lehet kapni egyébként, ilyen levendulás ízesítésűeket, de szerintem. Kend be egy kis levendulás kézkrémmel a kezedet, és nyalogast. És akkor szagolgast, nyalogast, megvan. Én nagy fogyasztó vagyok. Levendulából minden. Minden? Minden jöhet, ami levendulás.
Én nem tudom, hogy még kell megennetek, szóval én mindent értek, szappamba, túlsfürdőbe, krémbe. Én már azt se értem, de a megevést azt végképp. Móni is de... sok. Én egyszer ettem egyet, hát gyerekek, az, én te megennél egy virágboltot. Tehát, na, így... tudom, hogy hol etted, nagyon jó az a hely is, de panonnal már érdemes megkóstolni. Jó, én még gymbe is nagyon szeretem. Levendulás gin? Kaptam is, nagyon jó, magyar családse. Közben. Nagyon jó csinálnak belőle, de hát a munyírtód otthon levendula, igen. A kézkrémed levendula, a szappanod levendula, a krém, a nagymamám levendula, a szemránc krémem levendula, a krémesed levendula, a herránc krémem levendula, mindenem levendulás. Nem, egy picit nem. Se? Figyelj, imádom. Tényleg nagyon rendben van. Kicsit rácsavarodtam. És úgy csavarodtam rá, hogy korábban én se kedveltem. Tehát nekem is ez a mojírtó kategória igen, volt. Mikor öregettél meg annyira, hogy jó lett? Beleöregettem. Nem. Nagyon finom, nagyon kellemes, mindenféle tekintetek. Most vettem nemrégiben cukormentes levendula szörpöt. Isteni lehet. De jó. Moni utálja. Nincs ez elegyedül. Egyébként. Én sem bírom meginni. A gymbe az jövőt nem érzed. Igen, ott elviszi. Uh-huh. De akkor minek teszik bele? Van egy pici kis aromát, de nem annyira levendulás. Meg a tonikkal fölöntjük, már is jobb. Igen. Tonikkal is milyen jó. A levendula? Uh-huh. Levendulás, tonik. Valahogy nem látom a piaci részt még ebbe, de hát ha. Fucsó jelentkezik be éppen, azt látom. Mikor indul gyerekek ez az Ausztrál Open? Induljon már. De még szerintem még mindig van egy hét. És komolyan, ezek karanténoznak ott a szobában. Gyokót láttam integetni a szobájából, szerencsétlen. Most már őt is berakták? Most már szerintem ő is ott van. Azt nem tudom, hogy karanténban van, de láttam, hogy nagyon integetett egy ilyen kis erkéről valakinek ott. De szerintem ő nem biztos, hogy karanténban van. De még mindig egy hét, amire ezek elindulnak. Nagyon húzzák, halasztják. Na mindegy, hát látjuk, Fucsó éppen ez élő bejelentkezésben volt az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában. Jól van. Oké, M1, M7 bevezető Erzsébet hídfele már dugul. Dávid Szobor küldte nekünk, köszönjük szépen, ilyen szerényen csak Dávid Szobornak írja magát. Hát ma lesz közlekedési ír, lesz esemény, úgyhogy küldjétek, hogy mi a helyzet. Jó, kapcsoljuk majd az egyiptomi kézilabda VB-t gyerekek, 8 óra után Nagy Lacit hívjuk. Így van, a csoport elsősége a tét a spanyolok ellen. Lesz egy kicsi sport vonatkozása is a mai adásnak. Egyiptomban vannak, ugye? Igen, így van, hát és ugye a sport nyilván a legfontosabb ebben a sztoriban, de hogy azért vannak olyan csapatok, országok, akik kihullottak gyakorlatilag, el se jutottak a meccsig, mert ugye kiderült, hogy szépen lassan ott összekovidosodott mindenki, milyenek a körülmények. Mm-hmm. Senki nem tudja, hogy most ott tudnak tesztelni, nem tudnak. Na, hát igen. Ezért kemény. Igen, de ettől függetlenül a magyar válogatott korát is teljesítmény nyújt, úgyhogy. Hát igen. Na jó van, jövünk akkor mindjárt. Jó, 7 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Hét óra jogos. Után vagyunk, 6 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, jó reggelt. Két nagyon jó hír Janinak. Igen? Az egyik, hogy levendulás kukazsák kapható, és a másik, ami ennél még jobb, levendulás aranyérkenőcs. Jó, ezekre. Az utóbb érdekel, vagy várjátok. Nagyon jó. Kettő. Csak így a levendula függőséget, ez még egy adalék. Igen, hát ez... felturbozhatod a levendulás készletedet, még amiből nincs levendulás. Szoktam egyébként lent használni a krémet. Lent? Uh-huh. Mennyire? Ameddig leérsz, vagy le is hajolsz? Ameddig jól esik. M3-as baleset, nagy torlódás, Budapest Nyíregyháza irányába, Hévíz Györknél. Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen sűrűsápa, nem csak a hó, hanem a nagymamám vérnyomás is leesett, Kristóf. Mm-hmm. Köszönjük ezeket. Köszönjük szépen. Hangulatos helyzetjelentéseket. Egyébként sok ilyen csúsznak az utak, lacsakos hókásás minden, úgyhogy óvatosan. Mm-hmm. Jó? A barátságnap gondoltunk rád, jött egy ilyen SMS is. Mm-hmm. De csak úgy? Nem, most megire nézem. Megire TV2? Igen. Tervezők a tavaszi műsorrendet. Van valamilyen sielős, havas fotók ezek, de nem tudom, hol készültek. Valószínűleg Ausztria, igen, átlátom sípája, ó, basszus, igen, gyönyörű. Most ott egy komplett brigádot bezártak meg, mert továbbképzésre mentek. De aranyosak elküldték a fotót. Továbbképzésre mentek. Mondom én, síkonferencia, ez a megoldás, síkonferenciára mész. Na mondom, egy komplett brigád ment be a izébe a karanténba, mert mindenki elkapta a Covidot a konferencián. A súlyos síkonferencián. Hát ez ilyen.
Nagyon gondolkozunk, igen, hogy merre menjünk, de hát tehát el kell menni Romániába. Ott is nagyon szép. Svájc, nem kér semmit, tehát van azért megoldás. Csak egy kicsit macerás. Visszahallgattuk egyébként a közben a fekete-fehér igen nemet, mert többen azt írták, hogy kimondtam az igen szócskát, de nem mondtam ki az igen szócskát, sem. Hát nem te lennél. Gyerekek, hétfő reggel. Kellett a pont, és tökre megértem, hogy fáj. Igen. Nem, azt már akkor észrevettük volna meg, ha véleményes, akkor úgyis tényleg megnézzük. M3-as baleset, nagy torlódás, Budapest Nyíregyháza irányába Hévíz Györknél. Tomi, a forgalmat leterelik az M3-asról. Köszönjük szépen, ez pontosan az, amit az előbb beolvastam, ugye? Igen, igen, de megerősítetted, és most már egy plusz infót is adtál a leterelést, mert azt az előbb nem mondtad. Igen. Ennyi. Köszönjük szépen. Szerintetek az baj, hogyha visszaintegetek az Ócsai úton? Most csak így hirtelen egy hát ha amennyiben egy hordó mellett álltak, és benne tűz égett, és pontosan erről van szó. Nem, most a hétvégén ráadásul nem is égett, mert nagyon szép idő volt, és akkor a lányok is jobban érezték egy picit magukat. Láttam, azt így konstatáltam az anyósülésről, hogy elég nagy forgalmuk van, láttunk autókat is, amik visszafordulnak. És tudod, mindig integetnek, ugye nem látják, hogy Móni ül mellettem, illetve hogy Hölgy ül mellettem, vagy pedig mindegy alapon gondolják, hogy hát ha kiraknak, Móni oda kanyarodik, és akkor kirak, és ugye egy óra múlva visszaül értem. Vissza szoktam néha integetni, és arra gondoltam, hogyha például te megállsz ott autóval, az nem kellemetlen, hogyha a szomszéd elmegy melletted, és így megismer az autó alapján? Hát, pisilnem kell. Kávét vittem a lányoknak, meg ne fázzanak. Mit mondasz? Teát. Nem vagy igazán rutinos, mert hogy soha nem ott állsz meg autóval, ott csak gyorsan beugrik, és aztán tovább mentek valahova. Mindig van egy hely. Hát de addig is le tudsz bukni. Az csak egy pillanat. Egy pillanat. Hát az persze. Mert nincs alkudozás, mi mennyi, mire van igény, mit. Hát van olyan helyen áll a hordó mellett, hogy aztán nem ott történik a művelet, hanem egy kicsit egy ilyen erdős részen, arrébb mész valahova. Kikerülöd a Strió autóját, megkerülöd. Az a baj, hogy általában 150 méterrel följebb szokott állni, ahogy rákanyarodsz a régi M0-ásra. És akkor azt nem is láttad, hogy egyébként a kuncsafta hova mennek el? Nem. Tehát, nem. Hova kell beállni? Nem. Remélem nem valami ilyen kellemetlen állagú kanapéra. Nem, az kocsi. Az mindig. Hát akkor csináltuk úgy, hogy addig a Móni sétál egyet. Tehát beugrik a hátsó, és a kisasszony a alkú után bekanyarodtok oda a Kufirc útra. Tényleg. Ott Móni sétál egyet. Tolatni tudok, betolatok valahova a CRV-re. Tessék, nem? Ennyi. Már meg is van. Hogy nem ciki-e? Hát aki, szerintem aki már idáig eljut, az ott már nincs kérdés. Vagy van? Még, hogy mit szól a szomszéd? Nem hiszem. Igen, ott már. Igen, igen. Ha oda behúzottál, akkor igen. Szerintem már mindegy. Meg biztos úgy van, hogy ott, aki, tehát, hogy mindig arrébb mész, érted? Tehát, aki mondjuk nálatok lakik, az Ócsai környékén, az kimegy a izéhez, hol van a másik híres helye, a Fót felé? Ott a szemétégetőhöz, aki a szemétégetőnél lakik, az megjön az Ócsai útra, és akkor itt nincs szomszéd. Én így oldalán. Vagy bejövjünk a Métához, ahol már nincsenek egyébként. Tessék. Hát meg ez, amit szóltak a szomszédok, erre van egy nagyon jó mém, tudod? Nem láttátok? Nem, Jack miért? Azonnal, hogy kérdezném azokat az embereket, akik az egész életüket úgy élték le, hogy mit szólnak majd a szomszédok, hogy mit szólnak majd az emberek, hogy végül mit szóltak? Mekkora duma? Mekkora duma? Nagyon szeretem. Hogy végül mit szóltak? Végül mit szóltak? Hogy végül mit szóltak? Ugye, hogy ennyire kell ezzel foglalkozni. Jogos a felvetés, igen, hogy jaj, mit szólnak az emberek, veszek egy új tájt, jaj a hajam, jaj, mit szólnak majd a kollégák, hogy végül mit szóltak? Igen, ezt sose tudtuk meg. Ez sajnos soha nem derül ki, igen. Ja, egy nagyon helyes történetet olvastam hétvégén, nem tudom, hogy megosztam-e veletek a történetet, de szerintem szeretném megosztani. Ja, hát ha rész, ha nem osztod meg, nehezen tudunk róla beszélni. Semmi extra egyébként, csak egy sima egyszerű bulvárhír, de nagyon jó. Ugye a szálloda vendégek mindig, amikor elmennek valahova egy szállodába, akkor érthető módon értékelhetik a szállodát, erre már ott van a TripAdvisor, meg különböző ilyen booking.com, meg különböző oldalak, ahol te ugye kommenteket tudsz beírni. Vagy egyszerűen csak magának a szállodának az oldalán tudod leírni, hogy tetszett a szálloda. És van egy pici szigetcsoport Kuba mellett, egyébként megnéztem, gyönyörű. Tehát, hogy klasszik korálsziget, homokos tengerpart, tehát úgy mész oda, hogy én nem is hallottam még róluk soha egyébként. Ez a Turks szigetek, hallottatok már róla? Turks szigetek, ez a Kuba mellett egy nagyon pici kis szigetcsoport. Igazán tényleg nagyon kicsi. 30 nagyobb korálsziget, számtalan apró szírt, meg lehet nézni. 49-es Blue Hills, ez a legmagasabb pontja, 49 métert. Nagyon, nagyon szép. Azt a mindenit, oda már kell hágóvas.
Az a Mike. Eztől megyünk a csúcsra, anya, ám, hanem fáradt vagyok. Nagy-Britannia. A Karib-tenger legdrágább gyöngyszemének is hívják. És Nagy-Britannia egyik tengeren túli területe. Igen. És kiszúrtak egyébként egy értékelést, amit egy ott lakó vendég írt be, aki el volt ájulva attól, hogy gyönyörű a hely, milyen szép a sziget, milyen szép a víz, milyen kedvesek az emberek. És aztán írt egy több bővebben magáról a szállodáról is. És leírta, hogy fantasztikus a reggeli, a medence, a kiszolgálás, tehát minden rendben van. Annyi derül ki emberünkről, hogy Michaelnak hívták az embert. Michael. Ez most igazi név vagy nem igazi név, ezt nem tudom. Igazi név, csak nem biztos, hogy az övé. Igen. Jól látod. Annyira szép volt a nyaralás, leírja az ember ebben az értékelésben, hogy úgy döntöttek, hogy hazamegy a csávó a gyerekért, amíg a feleség egyébként marad a hotelben és vár rájuk. Micsoda önfeláldozás. Micsoda családcentrikus gondolkodás. Nem? Mm-hmm. Igen. Anya, pihenjen, addig én megyek a srácok. Persze. Jó. Aztán megállt a Törökszigetek Ócsai útjánál. Igen. És azt írja Michael, hogy amikor visszaért, akkor kezdtek igazán kínossá válni a dolgok, mert hogy megváltozott a feleség viselkedése. Máshogy kezdett viselkedni, furább volt, nem adott magyarázatot, hogy éppen hova megy, vagy mit csinál, vagy mi történik. Tehát nem ugyanaz az asszony fogadta, mire visszajött, mint amikor elment. Egyébként ő az utat viszonylag gyorsan megjárta, tehát 3 nap alatt érült fordult, uh-huh. Valószínűleg vagy Amerikába, vagy valahova közel ment a Floridába a gyerekekért. És hát kérdőre vonta a feleséget, hogy mi történt, amíg ő a fiúkkal volt. Ugye, amik hozta a gyermeket, hogy együtt legyen a család. Mi változott meg ez a 3 nap Mi változott meg itt a csődő, gyönyörű szigeten fölötted a Bahamák, fölötted Miami, a Kajmán-szigetek, Jamaica, jobbról Haiti, Dominika, hát az egész hát, hely igen, gyönyörű. Nem sírnék nagyon. Nem sírsz nagyon, hogy azért ott nincs nagyon baj. És azt mondta, hogy hát bevallotta végül a feleség hosszú zaklatás után, hogy elment egy masszásra, és a masszőr elcsábította. De klasszik! Júzina. Milyen klasszikus történet ez? Együtt töltötték az éjszakát. Nem tűnt egy talpra esett férfinak, írja egyébként a kommentek, a kommentben, a szálloda értékelésben. A talpra esett férfinak az értékes alapján. Michael ugyanis úgy folytatta, nem hibáztatom ezért a szállodát, a feleségemet hibáztatom. Megértő csávó. Igen, ugye? Igen. Hát, hogy egy masszázs közben elkapják igen. az asszonyt, és akkor így azt mondod, hogy tulajdonképpen minden szuper. Én még ilyen jó igen. helyen nem jártam, fantasztikus uh-huh. volt a személyzet, a kiszolgás, de az asszony az a céda. Igen, csak igen. mindenki tudja meg, ez egy olyan dolog, ami ezen az üdülőhelyen megtörténhet. Hát ez mondjuk szerintem máshol megkereste is. A hotelt a Brit Bulvár sajtó, mindenki azonnal azt akarta, hogy ugye nyilatkozzon, a hotel elzárkózott. Ez kinek a hibája ilyenkor, vagy hogy történik ez? Nem adják ki a masszöröknek, hogy nem lehet rámozdulni a vendégekre? Ez ilyenkor a feleség hibája? A feleség hibája is, hogy mit... Kinek írsz ilyenkor milyen? Visszakapod legalább a felét? Amit all inclusive vagy felét? Vagy all inclusive felét, vagy valamit? Hát hogy van ez? Ilyenkor szerintem egyenlíteni kell. Kell keresni egy hölgymasszört, igen, és hogy legalább egy-egyre hozni a meccset. Igen, de nem biztos, hogy ott a hölgymasszőr benne van, vagy mondjuk a pultos kislány. Igen. Ugye? Hát figyelj, hogy kinek a hibája, amikor egy harmadik félebe így becsörög ebbe a dologba. Hát, becsorog. Most jó masszírozott, egy jó képességű fiatalember, anyu szabad volt. Igen. Itt nem is egyébként nyilván a megcsalás a probléma, de hogy itt az a probléma, hogy anyu valószínűleg többet akar. Ugye én a hírből azt hallom, ahogy mondod, hogy nem megy tovább a kapcsolat Michael-vel. Ugye? Tehát, hogy ők válni fognak valószínűleg. Nem tudom, most Zsülci megtalálta magát a bejegyzést, azt nézem, hogy hány pontot adott a csábó a hotel. Na mennyi? Ugye, hogy ez igen. Hát egyet. Ugye egy kis karikákkal jelölötte a pontokat, hogy amelyik karika telített, beszínezed, az ugye a maximális értékelés. 5 darab karikátból választhatsz. Egyet kap. Pedig azt mondja, hogy jól érezte magát, 2020 decemberében voltak ők ott, nesze neked Covid megkijárási. Ugye? Egyeseknek lehet. Rohadjanak, meg egyeseknek lehet, aztán oda utazni. Adtunk egy tippet. Igen, mit kér ez a turks? Azért nézzük meg, hogy mit kér egyébként. Tényleg gyönyörű a szél. Egy karikát adott. Igen, és akkor viszont Michael-t is én egy kicsit lecseszném, mert nincs joga amiatt, hogy egyébként ő 2 hétig jól érezte igen. magát. Jó volt a szállodája, jó volt a kaja, tiszta volt. Most azért, mert meghúzták a feleséget, ezért adsz 1 pontot. Így van. Hát, akkor pontozz el a masszört, érted, de ne a szállodát. Most csak azért, mert a szállodának az alkalmazottja a masször. Melyik, próbáld már megnézni, hogy melyik hotel ez. Nézzük már meg, hogy... A masszöröket nézzük már meg. Meg van a hotel is. Azért, mert hogy elmegyek, hogy milyen... Hogy de, hát, nem. Hogy hát ha nem hagyom a masszőr. Nem hagyom ott a Wikin egy masszőr. Nem, meg akarom nézni. Nem magad miatt kérdezel. És hol kommentelt ő a TripAdvisoron?
akkor keresd már meg légy a TripAdvisor-nál ezt a hotelt, tehát üsd be a hotelt a Google-ba, nézd meg, hogy ott a harmadik, negyedik link mindig ugye először a hivatalos oldal jön föl, aztán a Booking és a TripAdvisor. Ez egy 2020-as decemberi nyaralás. Oh, nézzük már meg, hogy fent van-e még a hotel oldalán nem ez tudod, a komment. De a hotel nem tudja levetetni. De igen, mert a TripAdvisor oldalán van. Így van. Tehát ez egy teljesen független dolog, a TripAdvisor. Jó, megvan a hotel is, de Palms, ez a hotel neve. Igen? Igen, no, egyébként 5-4 és félre értékelik a hotel, csak mondom. Hogy az nagyon az rossz. Egy jó értékelés. Az nem egy rossz értékelés. Most Michael húzott rajta lefelé egy keveset. Egy nagyon picit, vagy ebben már benne van. Michael no, igen, és itt most keresd meg az igen az értékeléseket, nagyon jó, és menjél le 2020 decemberére. Biztos jó sok lesz. A TripAdvisor ott van, látod? Ott van a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azokat nézd meg, 5-ösnél, 6-os oldalnál. Tessék! Már novemberre ugrasz. Akkor aha. Csak hogy milyen kommenteket kap, illetve mit ír be ilyenkor válasznak a hotel? Dear Michael, igen. Ugye? Mit tudsz írni? Nagyon örülünk, hogy értékelte szállodánkat. Együtt érzünk önnel, a feleségét nagyon sajnáljuk, reméljük a házasok megoldódott, a masszőrt eltávolítottuk. Mi sem értjük, erre a masszőre ilyen formában még nem érkezett panasz. Ez a masszőr már nem dolgozik ott. Továbbra is kitüntetjük a masszőrt azzal, hogy mi hiszünk neki. Ő mindent tagadott, kedves Michael, igen, kérjük, ne találjon ki rémíreket, hogy lejárassa a hotelünket. Igen, de kedves Michael, picit igazságtalanik érezzük a lepontozást, hiszen valójában az ön kedves felesége nagyon jól érezte magát a masszőrünk társaságában. Hát, igen, igen. Vagy kedves Michael, felajánlanánk egy kéthetes Oké, ez nem az. Szóljál, ha megvan. Észreveszünk úgyis. Oké, ők hiányoltak van. Ez sem az jó. 2020 decembert keressétek a Palms oldalán. Ő sem panaszkodik arról. Ha? Levette a TripAdvisor. Basszus. És ez már... Aha. Igen, ő azt írja, hogy a legszebb hotel és az étterem, ahol mi voltunk, a szilvesztert mentünk tölteni a Palms Hotelbe. És egyszer lélegzett elállító. Hát ez valószínűleg nem Michael posztja. De már bocsánat, Michael is leírta, hogy a hotellel egyébként igen. Semmi baj, tehát remek. Egyébként meg csak... a TripAdvisor miért veszi le? Kikérem magamnak Michael nevében. Tehát, hogy miért igen. Nem öntheti ki ő a TripAdvisoron? Ilyenkor a hotel nem szólhat oda a TripAdvisorra. De az egy pontot jelezheted, ugye a TripAdvisornál. Ez egy nagyon jó dolog, ez az értékelős dolog, de hogyha valaki akarja, akkor tönkre tud tenni ezzel egy vállalkozást. Ezt azért tisztázzuk. Tehát, a Booking azt hiszem csak úgy engedi, ha te igazoltan ott regisztrált voltál. Regisztrált vagy. Regisztrált vagy. Nem kell időt eltöltened valóban a hotelbe? A Booking az a más, az a foglalós oldal, ugye? De a TripAdvisorhoz neked nem kell semmiféle igazolást beírok adni. Beírok egy kommentet. Egy étteremhez is, egy hogy hívjákhoz is, egy hotelhez is, ott csak simán el tudod mondani, hogy te ezt tapasztaltad, és ennyi a pont. És amikor például ennél a hotelnél 4 és 5 pontos értékelések vannak, és fölbukkan egy pontos, akkor azért ott összeszorul a kicsit a szállodavezetés. Az ánusza, hogy úristen, ezt miért kaptuk, és jelezheted, hogy ezt te nem érzed jogosnak ezt az egy pontot, aha. Ők pedig kivizsgálják. Értem, tehát akkor a TripAdvisornak jelezte a hotel, hogy nem igen, volt igen. Ilyen, nem jött össze a masszörünkkel, ugyanis a Brit Bulvárlapban Mirror megtalálta magát a kommentet, és megpróbáltak a csávót is előkeríteni. Megszólaltatták a hotel, tehát a történet az valóban hiteles. De akkor valószínűleg levetették, igen, mi? Igen. Tehát, hát még nem egy jó reklám. Hát nem. Nem szívesen mész így oda a feleséged, de bár mondjuk, hát ez a feleség hibája. Oké, okay, anya, megyünk nyaralni, masszázs nincs. És lehet, hogy egyébként, hogy ennek a következmény, hogy felmentem a hotelnak az oldalára, megnézem a masszást, hogy esetleg többet tudjuk meg az úriemberről, vagy az magáról szolgáltatásról, és már csak női masszőrrel készített fotókat láttam. Leszették. Nagy. Megnézted a hotel? Persze, megnéztem, női masszöröset láttam. Hát vasszak, női masszörös képek. Akkor vasszak, ezután cseréltek. Igen, na most nem? Azért álló. Hát azt ne zárjuk már ki, hogy ő egy női masször. Igen, de a női össze. Masször például egy hölgy vendéget masszíroz a képen. Tehát, hogy... azt nem tudjuk, hogy a... Igen, azt nem tudjuk. Tudjuk, hogy a masször férfi volt? Hát egyébként tényleg ez is érdekes. Tudjuk mi, hát haló. Ja, igen, konzervatívak vagyunk. Igen. Mutasd meg a spás képeket. Régi komcsik vagytok. Igen. Spá és fitness, várjál, azért megnézzük. Aha. Hát az lehet, hogy én is hagynám magamat elcsábítani. Igen, egy ilyen helyen még egy férfi masszörtől is. Nem, csak már valaki masszírozzon meg, és legyen, hogy jussak már el erre a szigetre. Ha már napsütés van, ha ez az ára, egy negatív Covid teszt is be kell vállalni. Én már mindent. Iszom két Daiquirit. Hifatlak Louisiana-t szólni. Nem, egy éve nem utaztunk, most már az ember elutazik valahova. Ha ez a csomagára, legyen ez a csomagára, csak valami már történjen. Hát ez a masszőr kislány, ezen nem szép ezen a spás képen, mert ez egy ilyen balinész kislány. Aranyos inkább.
De várj, egyébként kérhetsz, várjál, ha te elmész egy ilyen spába, akkor ott is? Nem, te kérhetsz férfi terapeutát, vagy kérhetsz női terapeutát is. Tehát a komolyabb helyeken te megválaszthatod, hogy milyen terapeutát akarsz. Vagy azért, mert a feleségedet nem mered beiratni férfihez, vagy azért, mert te erősebb masszázs szeretnél, és jelzed, hogy neked férfi terapeuta kell. Aha. Tehát, hogy ez választható komolyabb helyeken, nem csak balinész kislányok vannak. Tehát ezek az asszonyka akkor kiszúrta magának ezt a férfi masszört, nem? Hát milyen közhelyes történet? Elmész a gyerekért, miközben összejön a masszőrrel. Csodálatos kezei voltak. És ennyi, nem biztos, hogy jóképű volt a srác. Egyszerűen csak a szakmája egy fiú mestere. De oda ilyenkor nyúlt, ahova kell. Igen, oda csúszott az asszony, ahova kell. De ilyenkor kérhetsz kártérítést a hoteltől? Hogy kérhetsz? Mondhatod azt, semmi köze a hotelnek. Hát várj, várj. Hát ez nem így van. Dehogy nem. Hát az alkalmazott nem létesíthet semmilyen szexuális kapcsolatot. Gondolom, az alkalmazottaknak is benne van a munkavállalóiban. Tehát az alkalmazott is hibázott. De mint a hoteligazgató, te nem állhatsz ott minden egyes szobalány, pincér és masszőr mellett. Te elmondtad nekem, amikor felvetted a masszőrt, hogy nincs tipi-tapi, nincs nyunyi-munyi. Érted? Ennyi. De hát nem állhatsz ott, hogy akkor most te ellenőrzöd. Nem állhatsz ott, de gondolom a hotelnek ki kell adni, hogy nem létesített semmilyen kapcsolat. Ha ez megtörténik, akkor neked szankcionálnod kell a masszőrt. Ki kell rúgnod a masszőrt, de te mint a szálloda igazgatója, te nem vagy felelős ezért. De legalább akkor tudsz egy ilyen gesztust tenni, hogy elengeded, mit tudom én, a vacsorát. Ja, igen. Jó, kedves hölgyem, kedves Michael, érezzük a problémáját, mi sem értjük, a masszőr kirúgtuk, az italfogyasztást elengedjük. Persze, a kompenzálásképpen néhány welcome drinkes kupont fogadjon el. Szerintem az a hibás nagyobb mértékben, akinek párja van. Ha nekem van felesége, már pedig van, akkor jöhet akárki, akkor sem csinálok vele semmit, még ha jó nő, akkor sem írja Mátyás. Persze, nem a harmadik a hibás. Ez mindig egy jellem vagy. Ha vihető, akkor vihető. Tehát az asszonykának volt már valószínűleg más problémája is, nem? Elment a férjél a gyerekére a fér, közben ott maradt a feleség, ott volt egy férfi terapeuta. Nem tudom, hogy ilyenkor mit csinálnék. Semmit. Kirúgod annak, a masszört, hogy... elnézést kérsz, mint szálloda igazgató, kirúgod a masszört, elnézést kérsz, és nem tudom, adsz valami kedvezményt, vagy ajándékot, vagy adsz egy újabb egy hetet nekik, ennyit tudsz tenni. Mi más tudsz? Ilyenkor a nőci provokálja, hogy rámozduljon a masszőr, vagy a masszőr érzi, hogy rá lehet mozdulni. Igen? Na, szerintem a nőci. Tessék, te is milyen vagy. Figyelj, azért gondolom, mert a masszőrnek a kezé között a szóvalod értelmében ezrek mennek át. De, és őt nagyon jól tudja szerintem, hogy ő az állásával játszik akkor, amikor mondjuk ő belekeveredik egy ilyen dologba. Szerintem itt a hölgy provokálhatott. Hogy provokálsz masszázs közben? Mesélj már. A legjobb helyen vagy. Igen. Hát a nőn kevés öltözék van. A masszőr egy intim szituációban kezdi el masszírozni a nőt. Csak oda nyúl, csak mondasz egy fél mondatot. Tehát azt látod azon, hogy engedi, igen, vagy nem engedi, hölgyem, vagy benne van, vagy nem. Csúszni. Nem mozogjon, mozgatom én a kezem. Hát én fél évvel ezelőtt voltam egy ilyen tájszalomban, de ez nem az a történet, amikor tudjuk, hogy nem az. Levenni az alsókat, én még belefutok ilyen masszázsokba. Persze, hát mert ez nem mondom, hogy melyik tájszalon, de ugye oda nagy biztonsággal mész, mert általában ezeket benne a fartáj. Igen, ez a fartájszalon volt. Akkor szűkítem az agglomerációt, Budaörs, Török, Bálint, nagyjából ez az egyik masszázsszalon. És hát te megy oda az emberbe, mentem egy barátommal, és nagyon erőltette már a páros masszázst. Nagyon erőltette. Basszus, nem mesélhetsz így sztorit, bementem egy barátommal páros masszázsra. Nem, hát ő is feküdt egy masszázsra, meg én is. Ez nem közös szoba, hát mi nem mennél el egy jó barátod, elmentek, hogy elmentek egy tájszalomba. És már hallottam, hogy híre van ennek a szalonnak, de mondom... Azért mentetek. Nem. Hát mondom, tégy próbára. Tégy próbára kicsi nokszukáv. Így van. Az aranykezű nokszukáv. Ne, elmeséltem a Wikinek is, nincs benne semmi titok. Ez egy ilyen, a gyerek ott mászott éppen falat, Budaörsön, hát mondom. Világos, amíg mászik, amíg a gyerek mászik, barátommal. Igen, addig mi menjünk el egy masszázs szalomba. De úgy már mondták, hogy ennek a szalonnak ott híre van. Mondom, most milyen híre lehet? Törődök én a hírekkel. Tehát most mi baj lehet? De ők nem úgy mozdulnak rád, hogy ők úgy érzékeltetik, hanem nagyon egyértelműen teszik megfogja mindezt. Megfogja, amit meg kell. És
És akkor így hanyat feküdtem, de már nagyon érdekes volt, mert erőltette, hogy, hogy mesztelen, mesztelen. Nem, simán csak egy natúr talpasszást kértem, semmi extra, csak itt a nyakamat itt. Nem. Mert ugye mi történik egy komolyabb szalomban? Igen. Vagy kapsz egy ruhát, igen, amikor száraz masszázs kérsz, akkor kapsz egy rövidújú felsőt, meg egy ilyen kis bő, ilyen kis gatyácskát, amin elől meghúzod a gumit, és akkor azon száraz tájmasszázs kapsz, ugye? Ez az olaj nélküli. Így van. Vagy bead neked egy ilyen pici alsógatyát, egy ilyen kis hálónyi ruhát, amit vegyél föl, akkor kapod az olajos. De azt a hálónyi ruhát te mondhatod, hogy köszönöd, nem? Te ott te kéred, hogy hadd maradjál boxer alsóba. Igen, mert ha azt felveszed, olyan, mintha nem lenne rajtad semmi. Igen, igen, hogy az nem lenne, az nem lenne. Azt mondta, hogy nem adja a pici nadrág, mesztelen, mesztelen. Mondom, mi az Istenére erőltetés, és a barátomnak igen is mesztelen, mesztelen. De tudod, adott egy ilyen megnyugvás, hogy tudom, hogy a haver ott fekszik egyelőre. Igen, de ők érte a mesztelent. Nem, a haverok, ő se kérte. És ugye fekszel bent, átadod magad a masszázsnak. És akkor bejön is azt mondja, hogy szabadikap! Nem, és hanyatt indult, ez olyan fura volt, hogy hanyatt indul a masszázs. Mondom, igen, kicsit más. És ad... ő van hanyatt. Igen. Add át magad, Bali, add át, próbálj ellazulni, mesztelen, mesztelen, hát itt na, hát fel se gondolta volna. Igen. És akkor picit belealszol, picit masszírozom, hogy valaki így kopogtatja a vállad. De tudod, én nem ébredtem fel, egyből kopogtat. Hanyat fekszem, meg és a barátom. És a barátom. Én már végeztem. Kopogtat, kinyitom a szemem, és ott az arca ott van fölöttem. Mondom, Jézus, tudod, hát én egy kicsit belemerültem. És a szokásos, hát az a mozdulat jön, amivel érzékelteti, hogy hát itt most mutatja. De és utána oda teszi a szájára a kezét, hogy hogy nehogy elszóljam magam. Megint mutatja, ugye, hát a nyelvét kilúgja. És mutatja, hogy mondom, oda ne nyújj! És az első reakció... Picititok, nagy öröm! Az első reakció az volt, hogy elkezdtem fülelni, hogy mi történik a másik szobában. A paramád mögött van-e, hogy már, ő vajon, van-e már... Van-e már kísértés a másik szobában? Ott mondom, csönd van. Erre megint mutatja, ugye mutatja, majd megint, hogy... De mondom, miért kell csöndbe lenni? A főnök azt, hogy nem tudja? Vagy hogy a barátom nem tudja? És mondom, nem, Isten őriz, nem, köszönöm. Majd megfordulsz, ugye gyorsan véded hogy hogy inkább akkor a hátadat kezdjél el masszírozni, és végig azon hallgatózol, hogy... Hogy ő vajon belemelte. Hogy a cimbi engedette a kísértésnek. De hát valami förmedvény ronda. Tehát, hogy akkor se esel kísértésbe, ha jó. De hát így meg aztán végképp, nem? De onnantól kezdve nem tudod magad átadni. Tehát, hogy onnantól kezdve kiszolgáltatva érzed magad, mert ugye tett egy visszautasítatatlan ajánlatot. És onnantól kezdve, hogy te nemet mondtál rá, egy picit érezted, hogy megváltozott a hangulat. Nem ugyanaz. Nem ugyanúgy masszírozik, meg gyorsan túl akar rajta lenni. Csapkodja az olajat. Csapkodja az olajat. És amikor jössz ki, akkor meg ott a vezető asszonyság kérdezi, hogy jó volt-e a masszázs. Visszajövünk-e még. De már te beszélni akarsz a barátoddal, jó, hogy veled is az történt-e, ami veled neked is tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Jól esett a szokásos extra barát. Majd kiderült egyébként, hogy ebben a szalomban másokat is hasonló módon kompromitáltak, és ott valaki bajba került egyébként, pont egy ilyen kompromitáló kis kamera. És ott nem egy lámpabúra fejed fölött. Hanem egy hatalmas ipari kamera az. Hát figyelj, sírtunk, amikor kijöttünk. Igen. De hogy így, és a közelében nem mentem többet. Kimentél, tehát, és éppen 6 monitoron keresztül nézték a barátot. Igen, 4-en vették fel telefonnal, hogy mi történik. De borzasztó érzés. Tehát gondolod, de milyen lehet ez egy nőnek, amikor egy férfi masszőr mondjuk rámozdul és visszautasítja. Hát ez egy borzasztó dolog. De jó, most akkor nem ezért még nem utasított Michael-nél, nem ezért nem utasított, vagy nem ezért került ebbe a helyzetbe. Nem, hát nem az azért, hogy valószínűleg hogy nyilván. Igen. Masszázs, jól fog esni, megnyelni 11 ujjadat? Írjatok már, drága hallgatóink, hát voltak olyan nők, akikre rámozdult a férfi masszőr, hogy mit csinálsz ilyenkor? Egyébként egy nagyon kiszolgáltatott, még férfiként is borzasztó volt ez átélni. Írja valaki címet, légy címet. Hol van az aj? A Facebookon megtalálják. Na jövünk mindjárt a hírek után, írjatok, jó, drága női hallgatóink. Volt-e már veletek hasonló? Itt vagyunk mindjárt. Na. 3-4-8 lesz, pontosan 4 perc múlva az Oli írja, szörnyűködve hallom, ami történt veled, Bali, hihetetlen, hogy manapság ez megtörtént, át tudnád küldeni a szalonkímet. Nem, tehát figyelj, nagyon-nagyon ronda lányok voltak, az a baj, ha szép, akkor se, de hát egyáltalán nem, tehát ez szóba se jöhet, de hogy így, ráadásul még, hogy ennyire nem is szép,
kicsi, apró, tömzsi, fogasincs. Az SMS-t, ő tud, ő csukott fogasincs, miért van? De hát ki ne járt már volna így hasonló szalomban. Szóval, hogy ez egy érdekes, érdekes történet, mondom, aztán kiderült, igen, hogy ennek a szalonkának azért úgy híre van, úgyhogy soha büdös életben nem mentünk oda többet. De érdekes, hogy arról beszélgettünk, hogy mit tud csinálni egy pasi, ha rámozdulnak a feleségére. Egy brit bulvárlap hozta le, hogy elmentek ugye Kuba mellé egy kis szigetcsoportra nyaralni, ő hazament a gyerekekért, mire visszajött, addigra a masszőr lenyúlta a feleségét. És be is kommentelte a hotel alá, egy pontot adott a hotelnek, de azóta levették a kommentet, próbáltuk ezen hotel oldalán megtalálni egyébként a sztorit, de nem találjuk már, tehát valószínűleg megegyeztek az emberrel, vagy kártalanították, mindesetre a komment lekerült. És arról beszélgetünk, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe tudsz kerülni azért, ugye, ha masszörhöz mész, ki ne élt volna már át olyat, hallgatók is írnak egyébként, elsősorban nők, de férfiak is, hogy a férfi masszőr az valahogy éppen éreztette velük, vagy hát rájuk is mozdult. És hát ilyenkor azért nagyon kiszolgáltatott állapotban vagy, nem azért mentél, nem ez a célod, nem azért vagy ott. Ugye? Hát igen, nem. Már maga, nem. Hogyha nem állandóhoz jársz vissza, ugye, amikor először bemész, akkor van egy ilyen kicsit, hát lekevetkezdöd egy idegen előtt, ugye, hogy masszíroz, nem tudod, hogy mi van. Tehát már maga az egész állapot egy ilyen kicsit furcsa, és amikor elcsúszik a kéz, akkor meg nyilván fősik volt az, hogy igen. De valaki megírta, hogy mi a megoldás a tájszalonokban, Bali McDonald's-hoz zacskó fejre, és még vigyorog is. Ja, Istenem, Morgan, srácok, annó, amikor katona voltam, egy srác, aki masszörként dolgozott, Hévízen valamelyik hotelben a bevonulás előtt, ő mondta, hogy gyakran úgy masszírozott korosabb testős hölgyeket, hogy masszás közben megnyomott deréktájon két pontot, állítólag ettől a nők izgalomba jönnek, később a szobában folytatta a nyomkodást, már borra valóért cserébe. Ez egy bevett dolog a hoteleknél egyébként. Egy lisztes zsákon próbálta velem elsajátítatni ezt a mozdulatot, sajnos sikertelenül. Nem izgult fel a lisztes zsák. Igen. Nem, hogy Gábort fektette rá a lisztezsákra, ja. És rajta próbálta megnyomni, hogy ezt, ha megnyomod a lisztezsákra. Nem, a lisztezsákra mutatta, hogy körülbelül hol kell megnyomni, de hát ugye a lisztezsákra ritkán szokott reagálni. Felesége még aktív balettáncos korában elment egy ajánlott férfi masszőröz, mivel az állandó hölgy, aki kezelte, szülési szabadságon volt. Pasi úgy kezdte, hogy innen remegő lábakkal fog elmenni. Tessék ledobni a textilt, aztán megnézzük, tudja a spárgát, majd ledobatta a felsőjét. Feleségem csak annyit mondott, hogy kösz, nem élnék a lehetőséggel, nem szeretnék sérvet kapni, és hát ott hagyta, mi sikülte nekünk. Azért ez, igen, mert ez eleve gyanús, hogy nőnek azt mondja a férfi masszőr, hogy lekevetkezim ezt a textilt. Ez egy picit fura. Mondjuk, ha valaki van a hallgatók között olyan profi masszőr, aki hallott már erről a két pontról, és az nem ilyen direkt pont, küldje már át, vagy esetleg jelentkezze már. Ki. Tényleg létezik ez, hogy van két olyan pont, és mondjuk nem genitáliákról van szó? Tehát, hogy nem teljesen egyértelműen erogén zóna? Hogy tényleg van két olyan pont a testeden, amit, hogyha megnyomsz, akkor az jó. Virágoztassuk már fel a nemzetet, srácok. Jó, hát küldjetek el a pontokat. Jelöljétekben Filsztolla. Így van, küld, és akkor Annán Jani ki tudja próbálni. Okay. Igen. Kétszer is volt velem olyan, Nick írja nekünk, Niki, hogy feküdtem a hasamon, és megy a masszázs a hátamon, majd hajlattunk lefelé, jó, hogy 20 perc után szóltam a masszőrnek, hogy szerintem a popsimban már nincs több csomó. Ne. De már épp kötőszövet sincs, annyit masszírozta, igazán átérhetnénk máshova. A másik az még durvább volt, anyu és barátnő jártak egy fickóhoz, mondják, menjek el, tuti, hogy tud segíteni. Fura volt, mert amikor már bementem, mondtam, hogy vetkőzzek teljesen messze lentre, mondom, nincs az Isten. Aztán masszázs közben meg szóltam neki, hogy mondta nekem, hogy mennyivel jobb ilyen fiatal szép testet masszírozni, mint az idősebbet. Hát mondom, szerintem nem kellene különbséget tenni. Ekkor már azért összeszorított fenékkel és fogakkal feküdtem, majd hallom, hogy iszonyatosan nekiáll szuszogni. Hú, mondom, vajon most mi történt? Szuszogott, majd amikor végeztem, anyukám, amiket megkérdeztem, mit csináltam két órán keresztül, hát mondom, masszázs volt. Kiderült, hogy anyámikat sose kéri, hogy vetkőzzön messze erre, és ugye, és azért nem tart két óráig sem. Többet nem mentem. Igen, mit csinál, amikor erősen masszírozza a fenekedet és szuszogsz? Hát nem? Szólsz. Ugye, hogy ennyit. Nem tudsz mit csinálni. Van, aki szól, van, aki nem szól, tűri. Ez is egy érdekes dolog. De miért nem mersz szólni? Te vettél egy szolgáltatást. Hát nem ciki azt mondani, hogy ne haragudjon, ez nem jó.
Ne csinálj. Valószínűleg sokan nem. Hirtelen alárendelt viszonyba kerülsz, nem mer szólni, kiszolgáltatott vagy zavarban, vagy nem mered leagárni, csak várod, hogy vége legyen, és soha többet nem mész. Nem mindenki szól. És izgulsz, hogy mennyire csúszik meg a keze. Igen. Tájszalon vidéki nagyváros, első masszáson már kérdezte a kislány, hogy family, family. Family, family. Az már legyen gyanús. Family, family. Family, family. Miután mondtam, hogy ez már nem volt nyitott, a másikat nem érdekelte, a következő alkalommal a mellkasomat 20 percig masszírozta, az ágyékon felett ülve, néha pedig megpihent rajtam kéhes sóhajok közepette. Az elég ráutaló. Hát azért az, ha hanyat fekszelő rád ül, és a mellkasodat masszírozza, hát azért az ritkán csinálnak ilyet. Tehát ez... Melkas masszás, hát is rajta ült az ágyékodon. És mondjuk a family, family az nagyon jó. Family, family, family. One family. No, no family. No, no family. Okay. Páros masszázson voltam a párommal, egyszer csak hirtelen a kislány a melleimet kezdte el masszírozgatni. Tehát akkor ez férfi. A párom hatalmas kikerekedett szemmel, és hatalmas mosolyal nézte, én kacagni sem tudtam meglepetésben. A tájkislány megkérdezte, nem jó? Nem jó? Tehát akkor a női masszírozta a férfi. Nem, a hölgye. Mentek, igen. Anya, és apa együtt, és anyát elkezdte masszírozni a mellénél. Megvan a két pont, János. Hát én nem tudom, hogy zavarna-e a látvány. Nem hogy az a kérdés, hogy téged zavarná, hogy Mónit zavarná. Mónit masszíroz egy nő, abban nincsen nagyon semmi. Várjuk ki a végét, anya! Azt szerintem az vállalható. Nyilván, ameddig a nőnek belefér. Uh-huh. Azért elmentek egy páros masszázsra, és egy férfi masszört kap, igen, azért ott sziszennél egyet, nem? Ja, attól függ, hogy téged kimasszírozna, mert lehet, hogy neked megérted egy balinész kislány ülne az arcodban. Úgy azért észre se vennéd, hogy mi történik. Mondanád, hogy ez milyen durva. A feleségemet masszíroz egy férfi masszírozó, de mit csináljak, nekem meg az arcomon ül ez a balinész kislány, nem tudok átszólni. Igen, nem tudok átszólni, mert ennek az arcomon ül egy Lajos. Na, az a ciki. És a legfurább az, hogy fura, mert ez a Lajos délben még az ebédet szolgálta fel. Tudod, vannak azok a szállodák, ahol délelőtt pincért, délután 6-kor már svéd masszír. És a kofferugét is húzta fel a harmadikra. Melinda vagyok, rám gyógymasszörnő mozdult rám. Nagyon kedves volt és diszkrét, de mivel még ki volt írva egy csomó kezelés, ezért még 9-szer visszamentem hozzá. Nem történt semmi, 15 éve vagyunk barátok. Na jó. Uh-huh. Mi van? Tehát rád te nő vagy, rád mozdul egy női masszőr, elutasított, de barátnők lesztek? Igen. Nem feltétlen egyenes útja a barátkozásnak, hogy rád próbál a női masszőr. Hát egy lélekben csendültek ők együtt, csak a masszőrnő többet gondolt bele. Igen. Ennyi, de és aztán egy szép barátság. És még is precíz, hogy még visszament 9-szer. Lia írja, sajnos nem írta le, hogy milyen masszőr egyébként, vagy mit csinál, gondolom sportmasszőr, tehát hogy valamilyen terápiás jellege. Volt már olyan vendégem, aki kérte, hogy a következő alkalommal legyek magas sarkú. Ő egy kicsit félreértette a kezeléseket. Ez nem masszázs, nem tudom, balinéz masszázs, nem tudom, tájmasszázs, legyen magas sarkú. Nem, ez nem az a hely. Ez egy normális... Léci legyél fejér miniszoknyában, frottír zoknyában, és egy tenisz fejpánt is legyen rajtad, mert én arra. Igen. Férfi masszőr, reflexzóna és gyógymasszőr vagyok. Egy új vendéghez mentem, de kár, hogy nem írtad le, hogy pasi volt vagy nő az illető. Betartva minden szabályt, megkértem, hogy tegye szabaddá a hátát. Elfordultam, hogy le tudjon vetközni, mire visszafordultam, ott állt mesztelenül, és megkérdezte, így jó lesz? Mm-hmm. Hát, odaadó vendég. Igen. Family, family. Ott nem volt kérdés. Azért az nem mindegy, mert ha nő vetkőzik le így előtted, igen, hát azért akkor tudod, hogy mi van, nem? Tehát egy nőt megkérdez, hogy tegye szabaddá a hátát, visszafordulsz, és mesztelenül áll előtted, akkor... Nem mondta, hogy feküdjön le. Bocsi, ő azt mondta, hogy csak vetkőzzön le. De tegye szabaddá a hátát. Abba azért nincs benne egy egész testes mesztelenre vetkőzés, nem? Igen. Tehát azért ezt meg tudom oldani máshogy is, nem? Hogy valahogy azért megvaszírozza. Ez egy bevett dolog, gyerekek. Hogy a terapeuta is rámozdul, meg a nő is, aki, vagy a férfi, aki masszást kér, az valamilyen ajánlatot tesz. Hát azért ez egy intim dolog, nem? Az. Hogy téged ott masszíroznak, igen, ketten vagytok, fél homály van, szól valami zene, hát azért, ha egyedül vagy nincs családod. Azt szerintem csúnyább dolog, ha a terapeuta mozdul rá, mert neki ez nem szabadna. Ha elmegy valaki, és azt mondja, hogy hát lehet-e több, az egy érthető dolog, nem? A terapeuta az, aki nem léphet át soha egy határt szerintem. De hát látva az SMS-eket itt azért... Hát, fel se tudja. De egyébként csak mondom, hogy Zsűr szokott járni mozgásterapeutához. Új, megvan a két pont átadó. Egy jóvágású fiatal ember. Egy jóvágású Tibihez, aki helyettesíti most Lajost. Igen. Hát,
Szerintem minél inkább profi a masszőr, annál inkább kevésbé fordul elő, nem? Tehát mozgásterapeuta, persze, iskolát végzett, az papírja van. Játszik a hivatásával. Hát de csak sokan vannak magánban. Hát elmész egy mozgásterapeutához, az a saját lakásán fogad, annak nincs úgy főnöke, vagy nincs munkáltatója, hogy az állásával játszon. Csak... Igen, ott kinél szólsz, kihez. Visszálljon csak Gyula. Egyébként megírták a pontokat, hogy hol találhatók. A két pont, amitől minden nő felizgul. Na mondd, próbáld körbeírni. Az egyik a bankkártya. De hol megírtam? Mondja már el nekünk. Próbáljuk hívni egyébként a srácot, de egyelőre nem veszik. SMS-ben küldtem, igen. De jó lenne a fölvenni. Próbáld a fölvenni, igen, drága hallgató. Van, azt írja. Jó, fizetjük, átutaljuk neki a hívást. Ott már előrébb van, délután van. Most két percet elmondjuk. Japánban vagyok, persze. Igen, ez azt jelenti, hogy igen. Rákos hegy. Rákos hegy, én a Kyoto masszázszalomban. Az is japán. Japánban vagyok, a Kyoto masszázszalomban. Rákos keresztúron. Halkzene szól, most ne zavarjatok. Ketten is dolgoznak rajta. Vízmosó utca kettő. Na mit, hol kell megnyomni? Tessék, hol azt van ez a lapocka alatt van, ha kiemeled a lapockákat, gondolom ez már azért sok sérülés lesz ma este. Kiemeled a lapockákat? Kiemeled a lapockákat, és alányulsz, akkor eléred a pontot. Hát akkor ezt nem tudjuk mi amatőrként megcsinálni. Ma egy gyerekek, nők ezrejének fog elszakadni a lapocka tartóizom, meg a vállizom. Tehát ne nyúljatok alá, ne emeljétek ki a lapockát. Szerintem, na. De várj, hogy kiemeled ezek, ez érdekel. Kiemeled egy picit. Meglepem a vikit. Alá szoktam bemasszírozni. Ma meglepem a vikit egy ilyennel. Na, hogy kell? Tehát mit csinálok? Mondd el. Először próbáljuk le egymáson. Megkezdtem. A te lapockád a legjobb. Emeld már ki a lapockába. Megtalálod. De ez csak a nőknél? Hát gondolom más az anatómiák. Anna! Hagyd a francba a telefonokat, most nem érünk erre rá. Na, azt írja Sanya, itt vagyok, már lehet, hogy elérjük. Japánban mondjuk, itt vagyok, na próbáljuk hívni. Na, ott van. Itt van, nem Sanya aktív, azt mondja. Na. Sanya. Nem veszi föl. Sanya, vedd már föl a telefont. Hát nem hiszem, hogy nem veszed föl a telefont. Előkesik fel, Mimi. Próbáld innen. Sanya, hívjunk. Be van kapcsolva. Be vagyunk kapcsolva. Na, próbáljuk hívni. Szóval ő mit mond, elmondjam, hogy pontosan. Igen. Benyúlsz a lapocka alá. Zsűr, telefonálj te, Anna, feküdj fel. Azon nem meg. És kettő pontot, és ha megnyomsz. És kettő pont a lapocka alatt. És mit, orgazmus, vagy csak erős nemi vágy? Hát nemi vágy, szerintem. Istenem, ha lennék olyan hajlékony, hogy magamnak meg tudom csinálni. Hát, én már magamon is lepróbálom. Próbáld meg, mert ahogy hátra nyúlsz, akkor pont kijön a lapockát, hogy aláérsz. Igen. Fél két part visel, hogyha jó helyre támasztod be, lehet, hogy meg lehet csinálni. A lapocka alatt kiemeled a lapockát, alányulsz és eléred a és pontot. Ott van két pont. Írjatok, drága masszőrök, hogy ez valóban de létezik-e. Nem csak, hogy nem. Ki van kapcsolva? Be vagyok kapcsolva? Nem, magyar van, ezt írja. Várjál, megnézem. Japánban hogy... vagyok, ki van kapcsolva. Aha. Jó, na, ma este kiemelem a lapockát. Jó, na, a lapocka kiemeli. Jó, hányan figyelj, fogják ma kiemelni a feleségük lapockáját? Tehát ma csak emelt ki a lapockát. Holnap tovább menjünk, holnap jön a pontkeresés. Május 4-én van, aztán augusztus 27-ig Mónika névnap, születésnap novemberben. Hát, az most mivel hozzakodjak ma előtt? Én a női test nagy ismerője vagyok. Az összes titkos pontot ismerem. Ez egy SMS? Nem. Kicsit a teljes igazza. Magyar ABC teljes pontját A-tól G-ig cég, de ezt nem, igen, hallottam még a lapocka alatti erogén zónát a nőknél, hogy megnyomod azonnal nemi vágyat indikáltad. Ez nekem így nem volt meg. Szívesen tovább fejlődöm ebben. Jó, de kedves hallgatók, ne emeljétek ki a páratok lapockáját ma este. Igen, tehát azért ez nem egy egyszerű történet. Igen, ottól ezt ne próbáljátok. Boncmester vagyok, meg tudom mutatni, hogy kell kiemelni a lapockát. Csak gyertek be. Jani küldte nekünk. Egyik kollégám elment egy masszázszalomba, a masszázs végén a masszázs lány, aki kínai volt, ránézett csillogó szemekkel, és annyit kérdezett. Ham-ham-ham-ham. Hát nem, ne egyetek! Ham-ham-ham-ham-ham. Úgy átszegény, hogy ennyit tudott magyarul. Ham-ham-ham-ham. Az se túlságosan jó. Na, mit találtál? Szilvia azt írja nekünk, igen? Hogy hívjuk fel? Hogy basszus, az én masszőröm ezt, ja, szokta csinálni, és na jó. Na most már jelentkezzen egy hivatalos. Így van. Ja, tessék, tényleg. Egy hivatalos masszőr jelentkezzen most már, visszahívjuk. Hogy ez igaz-e? Hogy meg tudod-e csinálni? Hát mindenki meg akarná lepni a párját, nem? Hát micsoda meglepetés. Kicsit megnyomod a két pontot, veszel, és megvagytok. Veszel a két ilang-ilang gyertyát, veszel némi kis citromfű olajas, igen, kis masszázsolajat. Levendula illatú te a mécses. 8-kor megmasszírozott, 8:30-re a balesetén vagytok. Igen. Teljesen jó. És négy hónap múlva már tud is dolgozni. Csodálatos hétfői program, 8-kor neki állsz, 3:49-re ott a mentő. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Sziasztok! Sanya! Te vagy Sanya? Sanya, te vagy Japánból?
Éva, igen. Na, szia! Te masszőr vagy, vagy ez egy ilyen saját fejlesztés? Én masszőr, én reflexzóna masszőr vagyok, és természetgyógyász. Ó, nagyon jó. Japánban? És most japánban kellett menekülnöd egy korábbi ügyből? Ne, Magyarországon is, meg Japánban is. És ezt te tanultad valahol? Én tanultam Magyarországon, és akkor kijöttünk a családommal, kiköltöztünk 2012-ben, és akkor itt folytatom azt, amit Magyarországon megtanultam. És ez egy titkos női erogén zóna? Vagy hogy nem hallottunk erről? Ez még kevésbé felfedezett? Hát igen, ezt igazándiból ezt az iskolában nem tanítják, én azért én fejlesztem magam tovább, és akkor ezt különböző helyeken azért ezt így lehet olvasni, és akkor gyakorlatilag ezt én ki is próbáltam effektív. Tehát a következő, hogyha mondjuk nézzük a jobb kart, hogyha jobb kart hátrahajtod a derékra, ugye az alkar a derékon. Csinálom. Igen, az. Valaki nyúljon a lapockával, hát nagyon férfiaknak is működik? Tessék, a férfiak, nem tudom, én nőkodok. Oké. Igen? Tehát hátrahajtod mondjuk a jobb kart, alkar ugye a derékon, igen? Akkor a vállat megfogod, ugye a masszőr kiemeli, ugye a vállat fölhúzod. Pillanat, Anna, ne fészkem, hogy már. Igen? A lapocka effektív, akkor ugye megemelkedik egy picit, és megvan. A négy ujjal ugye be tudsz nyúlni effektív, hogyha nem feszes a lapocka alatti izomrész. És ott van valamiféle biológiai magyarázat ennek? Vagy ott van valamilyen pont, ami összeköttetésben van valamivel? Tehát van ennek valami exakt magyarázata, hogy mi indul el a nőben? Ez egy erogén zóna. Egy erogén zóna. Aha. A vállam. Kicsit bizarr, hogy Laci elkezdte Janinak csinálni. Gyere, Laci, csinálj meg! Ez egy kicsit bizarr. És mi, de nem mi vágy indul be? Vagy mit mondanak a nők? Laci, följem nyújj be! Miről számolnak be a nők? Tényleg kiemelkedik? Ki? Én amikor próbáltam, én ezt ugye nem mondtam neki, hogy ez fog bekövetkezni. Én csak erre kíváncsi voltam, hogy ez tényleg az-e. De visszajött még ötször. Nem hívtam fel a figyelmét arról, hogy na most figyelj, megnyomok egy olyan pontot, hogy megőrülsz, és akkor gatya le minden. Ha. És milyen tünetek voltak, hogy mit csináltak a nők, akiknek ezt megcsináltad? Elkezdett fészkelődni. Ja, jó, hát lehet, hogy fáj. Lehet, hogy rohadtul fáj neki, vagy most leszakadt a kötőszövet, ki tudja, vagy izomsérüléstől. Aha, értem. És akkor lehet menni komolyabban is, effektív, tehát hogy én ugye az etikettet betartva én nem fogok vendégkörben ugye próbálkozni, mert akkor gyakorlatilag felküldhetnék és alálhatnék, gyakorlatilag én ezt nem fogom kihasználni, elvileg van, tehát ez egy erogén zóna, ez egy triggerpont is, és működik. Aha, egy triggerpont, aha. Le van lapulva ugye az a lapocka alatt, ott vannak ilyen tartóizmok, és hogyha oda be tudsz nyúlni a négy ujjal effektív, ugye a tartó hüvelyk gyűrűs, és a kis ujjad benyúlsz, és a gyűrűs ujjadnak a vége pontja. Hát ez a Don't Try This At Home kategória. Azért ezt most senki ne álljon neki. Van most más dolga a mentősöknek. Valaki próbálja meg ott a hármunk közül, igen, és aztán másnap mesél. Nagyon jó, hát ez nagyon jó. És te Japánban is masszírozol? Lehet ugyanezt csinálod? Tehát, hogy így van. Reflexzóna talpmasszőr vagyok, tehát inkább reflexzóna és életmód tanácsadás. Hát azért ott ennek nagy kultúrája van, kínai orvoslás, a japán, a reflexzóna, hát azért ők ezt nagyon tudják, több ezer éve csinálják, hát a kínai medicina egyik alapvetése ugye a talpreflexológia és a szervek és a különböző pontok összekötése és kapcsolatba léte vagy működése. Van egy gond ezzel, ami meglepődnek a vendégeim, hogy adóköteles. Azt itt például japán masszöröknél nem kapják meg, tehát hogyha itt elmész egy masszörhöz, akkor egy talpmasszázsról beszélünk, lemasszíroz, köszönjük szépen, fölveszed az oknit és viszlát. Én közben viszont, amikor masszírozok, én elkezdem mondani, hogy jelenleg hol tart a szervezeted, és ebből hogy tudsz kimászni, tehát hogy tudsz javítani az életmódodat. Aha, tehát egy komplett olyan holisztikus szemlélettel, aha, tehát segítesz, nagyon jó. Mennünk el sajnos, hát holnap majd beszámolunk SMS-es formájában, lesz olyan hallgatónk, aki ezt kipróbálja, küldi a képet, hogy mosolygott az asszony, vagy a balesetén vannak, hát ezt holnap már látni fogjuk. Köszi, hogy becsörögtél meg, hogy írtál. Jó.
Okay, ciao, hello. Pecsét gyűrűt levegy. Ja. Már mindegy. Gyerekek, óvatosan, tehát, hogy nem kell azért ennek neki esni, igen, jó? Ez most nem egy ilyen gyors talpaló volt. Inkább egy levendulás tusfürdőt, vagy mit tudom én, egy illatgyertyát, vagy bármit. Egy új sapkát. Egy szexi fejét nem üt, tehát azért ezt senki ne próbálják ki otthon, jó? Menjetek el helyett a zöldségeshez, vagy ilyesmi. Igen, ne vegyétek azért ezt komolyan. Mindenesetre érdekes volt, hát azért ez működik. Na kijössz a budiba, megcsináljuk? Oda-vissza. 8 óra múlt 1 perccel jövünk, mindjárt kapcsoljuk Nagy Lacit, az egyiptomi kézilabda világbajnokságról jelentkezünk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Vagyunk, jó reggelt, mindjárt adok hangot magamra. Na, hogy ti hallottok, én nem hallom magam. Jó reggelt, 8 óra után 12 perccel itt vagyunk, hello, drága hallgatók. Nagyon sok SMS még mindig a masszőr témára jönnek. Jézusom, most jöttem rá, hogy a barátnőmmel mit csinált egy masszőr. Írta nekünk Niki. Nagyon sok jó SMS még tényleg. Nem nehéz kiemelni. Próbáljátok nyugodtan, finoman, nyugodtan lehet próbálkozni. Írt nekünk egy másik masszőr. Úgyhogy hát ugye itt az erogén zónákról beszélgettünk, és hogy a titkos női pontok vannak a lapocka alatt, és ezt mondta nekünk egy masszőr, egészen más témából indultunk, vagy hát pontosabban, ugye, hogy hogyan nyúlták le az egyik nyaralónak a feleségét, jutottunk el oda, hogy hol vannak női erogén zónák a lapocka alatt. Egy kis gyors tapalóképzés, így van. Igen. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír. M0-ás Dunakeszi lehajtónál baleset történt, ha jól láttam, le is terelik a forgalmat, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Aztán Megyeri híd előtt baleset, M0-ás kuka, ez ugyanaz lehet, Máté, igen. A Dunakeszi Ocean magasságában van a baleset, ezért már Ocean, bocsánat, nem, szólj, nem mondjam rosszul. Nem, Ocean, ez annyira prosztó, ez az Ocean. Jézus, atyám úrista, hogy lehetek ennyire prolaszázaléka, így mondja. Megyünk az Oceanbe, aztán a Techóba, aztán Ocean, bocsánat, ez nagyon pronyó volt. Ocean 11. Magasságában baleset van, ez még a sikítsál. Nem kell, nekünk így is jó. Igen. Nekünk így is jó. Így be tudják azonosítani nagyon sok országban. Ocean, te paraszt. Ocean mondasz, azt te értjük. A fótig áll már a sor vége. Köszönjük szépen, 0623111111 SMS számunk. Na, mi pedig akkor kapcsoljuk egy kicsit Egyiptomot, gyerekek. Rögtön itt van a vonalban majd Nagy László, ugye hát senkinek nem kell bemutatni, hogy ki ő csapat vezetőként van kint az egyiptomi világbajnokságon. Ő már ugye nem játszik, de hát kinek lenne nagyobb rutinja kézilabdában, mint neki, ugye ott van egyébként a csapattal. És hát én most látom a híreket, meg olvasom, hogy hol is zajlik ez a kézilabda világbajnokság. Egyiptom. Az hagyja, hogy Egyiptom, az még okay. De hogy nagyjából egy ilyen Dubáj szintű beruházással egybekötve Egyiptom új fővárosát, igen, építik most jelen pillanatban. Iszonyatos területen mega gigapolis épül a sivatagból, úgy, ahogy Dubáj 30 éve kinézett, tehát a semmiből, napelemparkkal, hihetetlen látványtervekkel. Nagyon komoly. A semmi közepén játszanak most úgy a srácok, hogy itt egy ilyen mega gigapolis lesz majd pár év múlva. Az egyiptomi foci. Így van. Ők abban hisznek. Ők abban hisznek, úgy van. Látom, hogy mi a fociban építjük a mega gigastadionokat, ők pedig a semmi közepén, de valami iszonyatos várost készülnek majd oda felhúzni. Ez lesz állítólag Kájra után az új egyiptomi főváros. Tényleg döbbenetesen néz ki. Hát fele látványterven, a fele pedig be nem fejezett épületekkel látható most még, de nagyjából úgy néz ki, mint Sharm el-Sheikh 30 éve. Igen. Befejezetlen épületekkel. És az úgy is marad, mert ott ugye nem kell adót fizetni, amíg nem fejezett be. Ezért vannak olyan épületek, hogy három szögvas áll ki még a tetőből. Igen. Igen. Reméljük, nem fognak egy pár év múlva úgy kinézni ezek az épületek, mint általában mondjuk az olimpiai faluk. És hát ugye ezt is azért, igen, jócskán beárnyékolja nyilván magát a világbajnokságot. A koronavírus, hol kihulló csapattagok, hol ki nem áll csapatok, hol visszalépő csapatokról hallasz, hogy aznap vannak, még tesznek, aznap dőlnek el, hogy egyáltalán tudnak-e játszani a csapatok. Rengetegen már visszaléptek. Szóval, hogy zaklatott a történet. Ki tudunk állni, de csak egy lábtengóra. Viszont nagyon jól állunk. Igen, én keveset értek a kézilabdához, menetelünk egyelőre, nem? Így hát van, most jön a neheze. Veretlenek vagyunk egyelőre, és ez így is fog maradni természetesen. Ma pedig a csoport elsőségért küzdünk a spanyolok ellen. Így van, tehát már ott vagyunk, most ma az dől el, hogy kivel fogjuk folytatni majd, igen, hogy Norvégia vagy Franciaország jön. Hát nagyon otthon vagytok kézilabdában. Hát, adásba tenni a Lacit, nagyon vágjátok. Hát, úgy azt mondom, hogy ennek most nincs tétje. Mindemesnek tétje van, de hogy ennek most a továbbítás szempontjából már nincs tétje, csak hogy kivel játszol igen, majd. Igen, ugye? De ez sem mindegy, ez sem mindegy. Igen, mert ugye a franciák azok azt hiszem hatszoros világbajnokok, talán a norvégok kétszer voltak ezüstök. Igen, tehát most így azt mondanád első ránézésre, hogy inkább a norvégok
De hát ennyire meg nem értünk hozzá. Hát ezt majd, Laci megmondja, hogy kinek örülnénk mi jobban, de szerintem annak örülnénk a legjobban, hogyha mindenképpen ma megvernék a spanyolokat. Valaki visszalépne meg. Igen, az az mindig igaz, csak nem mindegyünk. Itt van velünk Nagy Laci. Hello Laci, jó reggel, ciao. Urak, jó reggel. Jó reggel. Nagyon felkészültek itt a srácok kézilabdából, csak kapkodom a fejet. Gondolkozom, mit kérdezzek még tőled, amit nem mondtak el. Milyen a szállás? Nem is tudom, hogy miért hívtatok, megfejtett ezek mindent helyettem. Ez nagyon fura ez az üres lelátó történet, vagy azért ezt így meg lehet szokni egy idő után? Nem szép látvány, nem jó, nem kelt jó hangulatot nyilván bennünk, de elfogadtuk a helyzetet, tisztában vagyunk körülbelül most már egy éve, hogy hasonló körülmények között játszódnak mérkőzések országokon belül is, országokon kívül is, hát most ez a világverseny így alakult, viszont végtelenül hálásak vagyunk, illetve örülünk annak, hogy egyáltalán tudunk világversenyen részt venni és meccset tudunk játszani. Nagyon nagy a káosz így tesztelés, utazás, hotel, szálloda, biztonsági intézkedések szempontjából, vagy egészen jól oldották meg az egyiptomiak? Nyilván a kezdeti nehézségekben volt részünk, azzal találkoztunk, és valóban voltak kizárt csapatok, pár nap alá újabb kizárt csapatok, a teszteléseknek az eredményei nem érkeztek meg, az edzés helyszín az más lett, mint mondtak volna, az időutazásunk az nem 40 perc volt, hanem 1 óra 40 perc, tehát ilyen apróságokba persze belecsöppentünk, de egész jó viselt ezt a csapat, és próbálkoztunk, vagy próbáltunk alkalmazkodni a körülményekhez. Azt írja Tomi, hogy kérdezzétek meg Lacitól, hogy ahhoz képest, hogy zárkapus meccsek vannak az egyiptomiak meccsén, elég zajos volt a lelátó. Ez igaz? Voltak? Vagy beengedték őket? Nem, tényleg nagyon fegyelmezetten, csak jelzőszikós őrök vannak, biztonsági őrök és egyéb takarító személyzet, úgyhogy nincs a csarnokban külsős emberek. Nyilván valami alapzajt igyekszenek azért csiholni, hogy ne síri csöndben legyünk a mérkőzés helyszínén, de visszatérve a kérdésre, annyi, hogy tényleg nincsenek nézők, úgyhogy csak azok vannak, akik érintettek a mérkőzés helyszínén. Nálatok is ugyanúgy, mint a focinál, hogy ott bejátszák a rajongókat, a szurkolókat a foci mérkőzés alatt? Itt a kézibe is ugyanez van? Ilyet nem tapasztaltunk, inkább zeneszámokat próbálnak betenni, de nem próbálnak, nem tesznek be, de ilyen hangulati effekteket nem tartalmaz a mérkőzés ideje. De nem egyiptomi popzenét? Ez igen, ezt megmentősen egy csík. Azért van-e egy ilyen nyitó, vagy egy hivatalos zenéjük, ami amíg egyiptomi popzenére hasonlít gyakorlatilag, az nem feltétlen kellemes hallgatni, viszont tényleg függetlenettől nem tudunk nagyon sok rosszat, vagy negatívumot mondani. Mi a protokoll? Tehát edzésre bemehettek, gyors edzés, szálloda, teszt, vissza, szigorúan hoznak, visznek benneteket, maszkos csávok, ellenőrök, mert ugye most az ausztrál Openről hallunk elképesztő karantén híreket, elzártságot, iszonyatos vasszigort, az egyiptomiak is így nyomják? Itt is abszolút buborékban vagyunk, most ebben a közép-döntőben elég nagy hotelben vagyunk, és itt a hotelen belül a parki részt lehet látogatni, sétálni. A magyar csapatnak egy ilyen külön elzárt része van étkezésre, reggel, érdik, vacsa, és mindig ugyanaz a személyzet érkezik vissza. A személyzet folyamatosan bent alszik a hotelbe, tehát ők is kvázi buborékban vannak velünk, és igen, edzéshelyszín, meccshelyszín, hotel, ez a három helyszín, amit tudunk látogatni, és semmi más. Ezt olvastuk, hogy ez az új fővárosa Egyiptomnak, hogy iszonyatos gigaberuházás, hatalmas gigapoliszt akarnak majd építeni. Ebből már látszik valami, vagy egyelőre építkezések mindenhol? Építkezések mindenhol, a sivatag kellős közepén konkrétan, de tényleg nagyon-nagyon szép új rész van, toronyépülete, kicsit ilyen dubajos feeling lehető fel gyakorlatilag, és igen, minden igazgatási részt, ami állami igazgatásra kapcsolatos, azt ide költöztetik ki Kairóból, úgyhogy ennek a jelei már látódnak. Uh-huh. És Abdel Fattah al-Sisi, egyiptomi elnök piramisa épül már? Igen, látok, hogy már kőhalom már áll egy a piramis. Igen, itt a piramisok oldalába, úgyhogy azt már nyilván jelezték, hogy az új államfő van, igen, lesz majd ezt tiszteletére. Laci, most kinek örülnénk a következő meccsről, hogy ezt a mai spanyolt, ezt tudjuk, hogy tulajdonképpen tét nélküli, de azért mégiscsak kijelölő norvégiai vagy Franciaország. Nyilván, hogyha azt mondom, hogy Franciaországra kéne készülni, akkor tudja, hogy Norvégia lesz az ellenfelünk, és hogyha ezt fordítva gondolnám, akkor pedig Franciaország. Egy biztos, hogy a spanyolok ellen úgy fogunk pályára lépni, hogy győzelmet szeretnénk aratni, ahogy tettük itt az elmúlt mérkőzéseken, és hogy ennek szellemére fogunk pályára lépni.
és nyilván majd a mérkőzés után ki fog derülni, hogy valójában ki is lesz az ellenfelünk a következő körben. És onnan már egyenes kiesés a csoportmeccsek után? Tehát az onnan már nagyon élesbe megy? Hát onnan szinte olyan szinten élesben megy, hogyha nyerünk, akkor nyilván négybe vagyunk, ha nem nyerünk, akkor meg a középdöntő pontjai alapján besorolnak bennünket az 8. helyre, és kvázi akkor számunkra véget érne a világbajnokság. Aha. Na most a VB elődöntőnk, azt olvastam, hogy 97-ben volt utoljára, tényleg? Hát ez egy óriási eredmény lenne akkor. Igen, igen, nagyon-nagyon rég játszottunk, hogy nem 86-ban a világban, aki döntő szerintem. Nem, elődöntőt, én az elődöntőről olvastam, elődöntő 97. Igen, nem most volt az se, Körülbelül akkor hívtatok engem utoljára, válogatottak. Nem, 8 évvel ezelőtt volt, Barcelonában játszottunk világbajnokságot, akkor beszéltünk a VB-ről. De ilyen visszatérő kérdésetek, igen, nagyon-nagyon rég volt, és természetesen szeretnénk csatlakozni ez a bővös számhoz így 2021-ben. Figyelj, és amikor így ott állsz a szélén, a pálya szélén a csapatnak, hát azért ugye te nem nagyon rég vonultál vissza. Hogy elképesztően elkezdesz így toporogni, vagy érzed, hogy ott lennél? Vagy ilyenkor nincs egy ilyen kísértés, hogy úristen, ha egy évig, vagy még két évig nem vonulok vissza, még egy VB benne lett volna. Vagy tényleg tud úgy ott állni az ember, hogy oké, nekem minden megvolt, és nyomod a srácokat. Nekem ez sikerült, hál' Istennek, egy perce nem hiányzik a kézilabdának, úgyhogy a pályán, illetve a vonalnak az oldalán nagyon-nagyon jól érzem magam a bőrömbe, úgyhogy megittak a fiatalok, ennek a fiatalok, és nagyon fiatal pártulók, úgyhogy örülök, hogy számíthatunk rájuk, és fogadják a munkát örömmel, úgyhogy nem hiányzik nekem a kézilabdának ez a része. Ha te vagy a rangidős, tehát így érezni a tiszteletet, oda mennek, mondasz nekik valamit, meccs előtt tartasz egy ilyen kis beszédet az öltözőben. Tőled kérnek aprót a kólaautomatához. Igen, Laci bácsi, hagyjál már két dínát, hogy tudjunk dobni egy mixet az automatából. Tehát, hogy van egy ilyen pszichológus szereped is a csapatban? Gyakorlatilag itt a stábban, az edzőstábban mindenki egy kicsit pszichológus játszik, és amit el szeretünk volna kezdeni érni a csapatnál, hogy ez a bizalom edzők és játékosok és edzők között meglegyen maximálisan. Ez érezhető is, úgyhogy természetesen persze, hogyha ilyen jellegű segítségre vagy információra van szükségük, akkor persze tápláljuk a játékosainkat, és örülünk, hogyha ezeket edzéseken, mérkőzéseken viszont is látjuk. Na most azért Egyiptom nem csak arról híres, hogy kiváló merülőhelyei vannak, hurgad a sármenesek és gyönyörű az élővilág, hanem hogy mindenki fossik, ha ki oda megy. Azért ez ugye egy híres dolog, hogy ott egy Antinál nevezetű egyiptomi gyógyszert kell beszedned, te viheted a kis szintablettáidat itthonról, felejtsd el. Tehát ha nem azt veszed be, meg vagy verve. A játékosaink egyelőre jól birkoznak meg a bélflóra egyensúly felborulásával. Ilyen kérdések nincsenek a nemzeti sportban. Mert ugye hát ott ez elkerülhetetlen. Hát én már hányszor voltam Egyiptomban. Egy napig pirod is érzed, hogy itt búvárkodni mész, vagy szállodába, vagy mindegy. Postok vagy nem. Hogy állt? Igen, hát nyilván az a jó hír azt jelentem, hogy nem a mérkőzésektől fosunk. Úgyhogy itt az étkezésre, itt elsősorban a gyümölcs és a zöldség, ami érezhető esetlegesen azt, hogy a gyomrod nem feltétlenül úgy dolgozza fel a dolgot, mint kéne, de abszolút készültünk probiotokkal, és ezt már otthon elkezdtük szeretni a játékosokkal, fegyelmezetten szedték is, abból gondolom, mert nem mentek az orvoshoz egyéb gyógyszereket és szénkapszulákat kérni, hogy rendben legyünk, úgyhogy bennünket még ez nem kísért, illetve nem sújtott, hogy a csapat nagy része, vagy bárki is gyengeségre, vagy ilyen jellegű problémákkal panaszkodjon. Igen, azt mondják, ugye, hogy ott mindegy, hogy megmosod a gyümölcsöt, vagy nincs, ott maga a baktérium, igen. Egyszerűen más a bélflóra, így van. Azzal öntöznek, úgyhogy benne van, illetve két módszer van, az egyik az előbb említett gyógyszer, a másik pedig a reggeli feles. Igen. Hát az egyszerűen nem olyan jó. Gondoltam, hogy ezt te fogod már megérni, ezért gondoltam. Nem tehetek róla, ez a széles látókörömmel rendelkezem, alkoholban, az ki jön belőlem. Van most mumus, akitől félünk, vagy olyan csapat, akivel, ha összekerülünk, ott lehetünk először bajban? Nyilván a norvégokról az elmúlt időszakban nem feltétlenül van kellemes emlékünk, de minden ilyen kellemetlen emléket szednek, hogy szakadjon, úgyhogy esetleg a norvégokkal kell játszani, akkor igyekszünk őket majd legyőzni. De alapvetően önbizalommal teli látom a csapatot, talán minden játékosát, úgyhogy nagyon nem félünk senkitől, veszteni való nincsen, nincs az győzelmünk innentől kezdve, úgyhogy nincs olyan nagyon ellenfél. És akkor most a spanyolokkal játszunk velük, akkor újra összekerülhetünk? Tehát ha mondjuk ketten jutunk tovább, vagy ők is tovább jutnak, akkor velük még újra találkozhatunk, nem? Így van, igen.
Hát akkor ez egy ilyen puhatolózó felmérő meccsek, annak ellenére, hogy nincs tétje igazából, azért az mindig jó. Azért nem baj, ha rommal verjük őket. Nyugodtabb az ember. Egyértelmű, nekünk minden meccs ajándék, ugye nekünk a főszámunk a 22-es hazérendezés Európa bajnokság, úgyhogy nekünk minden meccs nagyon sokat jelent, és számít ahhoz, hogy a csapat továbbra is fejlődjön. És akkor mi a menet? Tehát akkor van Spanyolország. És ez el, hogy Norvégia vagy Franciaország. És a szerda? Az meg szerda. Igen. Aha. Hát akkor azért igen. Ez egy sűrű dolog, tehát egy nagyon zajlanak az események. Nem vonatkozunk, igen. Ráadásul közben, hogyha elsők maradnánk, tehát az azt jelenti, hogyha nyerünk a spanyolok ellen, akkor maradunk itt New Capitalba, akkor ez a marad a helyszín. Ha veszítünk és csoportmásságok leszünk, akkor visszautazunk Gízában, ahol voltunk az első körben, és hogyha esetlegesen ott nyernénk, akkor meg utazunk egy harmadik helyszínre már az elődöntőre. Tehát, ez a híres egyiptomi szervezés, ez a jala mondja az arab, ugye aztán a 6 órás találkozó, az 7:30 jelenik meg először, és késtem egy kicsit, és te 2 órája vársz a hotel előtt, hogy vegyem már föl a busz, hogy megnézni a piramisokat. De mentek. Mentek náluk egy 1,5 óra, azért az úgy simán. Még egy nagyon fontos sport szakmai kérdés érkezett Pétertől, hogy igaz-e, hogy amikor a Barcelonában játszottál, akkor mindenkinek járt az arany Mastercard kártya föltöltve. Tényleg? Ezt most írt egy hallgató. De ha nyernek, hogyha van valami, nem fel? Nem, ahogy te bekerültél. Semmi köze nincs hozzá. Mármint úgy érted, hogy nem mindenkinek, csak neked? Csak neked, így van, persze. Ki kellett érdemelni. Na jó van, Laci, hát nagyon drukkolunk nagyon, akkor. Nagyon az egész csapatnak, add át, hogy akkor üdvözöljük őket, nagyon drukkolunk ma este és szerdán is, és hát tényleg ez már azért most egy csodálatos eredmény, ugye, jól mondom, 4-ből 4 vagy 5-ből 5, így állunk jelen pillanatban. Igen, 5-ből 5, hát azért az egy nagyon szép statisztika, úgyhogy hajrá, nagyon drukkolunk tényleg. És köszönjük szépen nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük a csapat nevében. Vigyázzatok magatokra. Jó kézilabdázás. Ciao, köszönjük szépen, Laci. Hello, hello. Ciao, hello, hello. Nagyon szimpi srác, nem? Nagyon szerettem. Fia, a legjobb magyar játékos, amit el lehetett érni itthonról, szerintem az külföldön is megcsinálta. Itt van még. Haláljó fej. Igen, róla beszélünk, Laci. Bocsánat. Egy haláljó fej srác, tényleg. Igazi példakép, jó, nagyon nagy sportoló, és most úgy tűnik, hogy vezetőként is jól működik. Na, és mutassuk meg majd, hogyha esetleg megnyeri a kézilabda világbajnokságot, ugye a magyar válogatott, akkor az egyiptomi tűzoltózenekar hogy fogja játszani a himnusz, nem? Hát azért ez egy alapmű, ugye? Áder János urat azért egyiptomi látogatása alatt így köszöntötte a tűzoltózenekar. Mutatom, jöjjön. Most még egyben vannak. Ez még rendben van. Itt vesztettük el. Hogy? Hogy tetszik mondani? Minden sor közepét kihagyják. Ez még mindig zseniális. És nem mi jártunk a nemzetek közül a legrosszabban. Megint. Ezek már nem mi vagyunk. Váltás! Ez már nem is a mi himnuszunk. Ugye? Hát ez már itt már ki tudja, hogy improvizálnak. Kettőt lapozott a szél. De nézd meg a köztársasági elnöki úr. Ő tartja magát. Gránit János. Remélhetetlenül. Igen. A bajusz alatt biztos azért egy fél mosoly. Egy kicsit így megremegett. Megremegett az a híres bajusz, ugye? Jó, hát reméljük azóta azért őket tovább képezték. Tehát, hogy már nem így játsszák el a himnuszt. Ha odaérünk bárhova, és egyszer el kell játszani az egyiptomi tűzoltó zenekarnak. De nem is ő, nem is az Áder járt a legrosszabbul, ugye, hát ezt is megmutattuk, hanem a Putyin. Igen. Ugye? Igen. Ott volt. Na, ott hát nyilván már nem élnek a tűzoltó zenekar tagjait. Közelebbről megtapasztalták, hogy mi az a novicsok. De ő járt a legrosszabbul. Tehát szegény Putyin már nem tudom nagyon sajnálni, de hogy az orosz himnusz, az még durvább lett, mint a magyar himnusz. Na jó van, hol adják ezt a férfiak pattogtatnak egy labdát című történetet? Belenézek, én nem vagyok nagy kézilabda rajongó, de hát akkor egy szerdai meccsben nézzünk azért bele. Ha nek nincs tétje, akkor ma nem pillantok oda. Szerdán van tétje? A szerdai igen, az már tétes. Uh-huh, az ilyenek is van tétje. Azt mondja, hogy figyeljetek csak, mindjárt mondom, fogalma sincs. M5 a sportcsatornájuk, persze a sportcsatorna, uh-huh. Azt is megírják. Na jól van, hát drukkolunk akkor. 8:30 jövünk mindjárt a hírek után. Balázs!
tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Chainsmoker dal milyen gyorsan véget ért. Hát most mondd meg, nem? Várjál. Tessék? Igen. Ez még a vége. Nem, ez meg már a másik. Ez meg már a másik. Ez meg már a másik. Na itt vagyunk, 3:49 lesz, pontosan egy perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Az érdeklődőknek mondjuk, hogy ma akkor M4, Spanyolország, Magyarország 17:55, ott tudod megnézni, M4-en. M4. Jó, a kézilabdát beszéltünk az előbb Nagy Lacival. Nem lesz könnyű a közszolgálatra kapcsolnom, de megteszem. Hát, a kézilabdás fiúk. Legalább lesz egy nagy növekedés a nézibe. Nem visz rá lélek nagyon, hogy sokszor oda kapcsoljon. A sportot közvetítenek, azt meg tudom neki bocsátani. Minden más nehezebben, de legalább akkor most oda kapcsolunk. Illetve hát a szerdai az igazi, tehát ugye az a... Jó, de már akit érdekel, ezt is megnézhet, és aztán majd a szerdán kiderül, hogy kivel játszunk. Így van. Na, gyorsan azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset történt, M0-ás Dunakeszi lehajtó, le is terelik a forgalmat, Megyeri híd előtt van a baleset, M0-ás felejtő. Ugye a Megyeri híd felé a Dunakeszi magasságában ott van a baleset, már Fótig áll a sor vége, úgyhogy hát az a rész az megint nagyon szép. Ez az M3-as, M0-ás, ez itt a Fót, ez itt az egész, nem is tudom, mit lehet vele csinálni. Tegnap jöttünk haza este, mert elmentünk vidéki rokonlátogatóba, Domoszlóra, és jöttünk az M3-ason, figyelj, azt a tömeget, aki jött vissza, gyakorlatilag összefüggő kocsisor volt, ott ugye 60-nál jössz, nem is 60, Gyöngyösnél jössz föl az autópályára, és onnantól kezdve Budapestig folyamatos volt a kocsisor, ez már ilyen majdnem 7 óra, ugye, hogy 8-ra hazaérünk, úgy időzítettünk, én nem tudom, mi van azon az M3-ason, de hogy vasárnap este... A vidék, azon csüng a vidék. Hát a teljes Kelet-Magyarországot azért az ott szépen beköti a fővárosba, hát ott a Mátrától kezdve a Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, ott tudsz jönni. Tehát olyan sok mindent szed össze, hogy egyszerűen az iszonyatos a forgalom. És jól vannak a domoszlói rokonok? Nagyon jól vannak, kérlek szépen. Születésnap volt ugye a kisasszonynak, 13 év elszaladt. Ja, és azt ünneplitek ilyenkor. Persze, megnéztük őket. Nagyon helyes. Távolság tartással, tehát mi kint az udvaron, ők bent. Igen. Tényleg, ja, így nyomjátok még mindig? Uh-huh. Ennyi ők pedig nyilván. Igen, ti domoszlan, ők pedig kisnánán. Igen, ők átszaladtak addig a várhoz. Nyugtass meg, hogy nem nyomjon. Nem. Hát most kíváncsi vagyok. Itt a Csernus, amiről korán reggel beszéltünk. Élére állva a mozgalomnak, mi lesz majd? Igen, hát most ez a február. Nyitogatjátok a pofonos ládát, nagyon nyitogatjátok. Nagyon nyitogatjátok. Nem pofonos, büntetős. Nyitogatjátok a büntetős ládát. Egy új bevételi forrást biztosítottak a kormánynak. A NAV már felvértezte magát álvásárlókkal, bár ha kinyitok, ott nem kell álvásárlás, ott bemegy a NAV-os, azt mondja, hogy Ferikém, kócerek, becsukva, itt a végek, sold out. Írom a csekket, hogy mennyi lesz a hétvégén. Tegyek ki a zárva táblát, ellenőrzést tartunk. Igen. Hát most két vonal van ugye fel a február a radikálisabb vonal. Az egyik vonal, a radikális vonal azt mondja, hogy kinyit, és akkor lesz, ami lesz belevág. A másik vonal, egy nagy szerveződés van, február 1-ére Hősök tere, és akkor ott kivonulhatnak a vendéglátósok, az ugye kevéssé rizikós, vagy abból a szempontból kevésbé rizikós, hogy nem lesz érte bünti elméletileg. Hát a másik vonal, erre volt hát már... Hát csak arra jártok, nem? Igen, hát összeverődsz, van az úgy. A másik vonal az már hétvégén próbálkozott, ugye Budapesten is volt olyan kocsma, aki kinyitott, azt hiszem 500 000 forintos bírság lett, hazaküldtek mindenkit, hazazavartak. El is vitte az aznapi bevétel. Kétszeresét. Igen, nem volt az annyi aznapi bevétel, hogy ezt ki lehessen belőle fizetni. Szerintem nem kell büntetni ilyenkor. De hát most mit mondja a hatóság embereinek, hogy legyenek jó fejek? Igen, csak ha meg nem büntetsz, akkor meg mindenki elkezd kinyitni. Igen. Hát ez most egy nagyon nehéz helyzet. Én kíváncsi, hogy kinyit ki valójában. Vagy hogy tényleg bemerik-e vállalni az ilyen egy naposat? Hát figyelj, ha sokan beállnak... Ez csak egy naposról szól? Igen, tehát, hogy ez egy ilyen kvázi egy ilyen demonstratív tüntetés, ugye? Hogy nem a valódi nyitás a cél, hanem egy figyelemfelkeltés. Hát a cél a valódi nyitás, mert gyakorlatilag az ágazat minden egyes embere, a dolgozók is, és most már a befektetők is, aki mögött nem állnak 100 milliók, ott már mindenki szűköl, mert egy bezárt üzlethelyiség is, ha mondjuk a tiéd, akkor még azt hagyján, de
az éttermek szerintem 80%-a bérleményként igen. üzemel. A tulajdonos nem érdekli az, hogy te be vagy zárva? A tulajdonos, ha jó fej, akkor lehet vele egyezkedni, de valami pénzt nyilván ő akar látni, tehát mindenkinek most már ez veszteség. Nem csak azoknak, akiket elküldtek az étteremből, vagy úgy tartanak meg, hogy fizetik utánuk a járulékokat, de nem kapnak fizetést, azoknak ez az életük. Azok pedig, akik beletettek sok 10 vagy 100 millió forintot egy ilyen helybe, azoknak meg nyilván megint ugyanaz, hogy lehet, hogy van otthon még 100 millió, de azt a 100-at nem azért tetted bele egy helybe, igen. vagy 10-et, vagy 1-et, tök mindegy, hogy mennyit, azt nem azért tetted bele, hogy ezt elbukd. És ezt a helyzetet könnyebb lenne elviselni akkor, hogyha ha mondjuk azt látnád, hogy minden más is zárva van, hogy minden más szegmensen, mondjuk a kereskedelemnek, ugyanezeket a szabályozásokat kapja meg, és ugyanezeknek a kötelmeknek igen, kell megfelelni. Hát ehhez képest meg tele vannak, vagy megérkezett, tele vannak a hiperek, tele vannak az áruházak, tele vannak a bevásárlóközpontok emberek. De ez jó, tehát egy hallgató azt írja, Nóra, hogy menjetek a Hősök terét egy plázába, ott senkit nem zavar a gyűlés. Büntetésnek nincs jogalapja, ti gyűltök egy plázába, ott álltok majd a Vesztendbe a Szökőkút mellett. Senkit nem érdekel. Nyissunk ki, és azt fogja mondani a rendőrség, nem tudunk mit csinálni. Plázában gyülekeztek, ott lehet. Maradjanak, nyugodtan érezik jól magukat. Plázában, IKEA-ban nyugodtan szórhatod a Covidot, miközben a vagdaltas zsemlét harcolsz egyébként, ugye, hogy meg az IKEA húsgolyót megszerezd, ugye, hát ezt látod, hogy ott mik vannak, ember-embernek farkasa, hogy ő kapja az utolsó szelet mogyorós tortát, vagy legalábbis hazavihesse és a parkolóba megegye. Ez nagyon fura. Ráadásul ugye nem kaptátok meg a támogatást, tehát ebben hát az a nagy nehéz. Hogy... Így van, vannak helyek, ahol megérkezett ez igen? a dolog. Uh-huh. Ugye azt ígérték, hogy a bérek felét megkapják. Ebben a szegmensben dolgozók nem sokat, fejenként egy 30 papírt kellett kitölteni, amit már önmagában senki nem ért, mert egyébként, amikor befizeted valaki utána járulékot... Az benne van, hát azt tudják, az... hát azt látják, igen, persze, igen. Persze. Igen, ez volt novemberben, most január vége felé járunk, és nagyon sok hely még mindig nem kapta meg ezt a támogatást, ami egyébként semmire nem elég, de legalább egy kis valami, érted, amit oda tudsz adni az embereinek. Meg megígérték, és most nyörgöm. Hát igen, ez a legfontosabb, ugye, igen. hogy kitöltöttél minden papírt, és 3 hónapban nem kaptál semmit. Hát megkapod, ha kinyitok. Tök jó. Igen. Visszamenőleg. És igen. akkor így, te így. Legább adnák oda, ugye? Így ha már... fogjuk költeni. Igen, mindenhol, ha szajkozzák, hogy mennyit segítettek, akkor most már lenne, tényleg megkapnátok. Hisz ki tudtatok nyitni. Igen, de zavarjátok össze a navosokat. Tehát, hogy... Mivel? Mesélj. Nem tudom. Fizessétek időben a járulék. Muszáj, ez kell. Figyelj, ha kinyit mindenki egy napra, de most hát jelenleg, vagy tüntettek. Most tüntetés lesz, vagy nyitás? Már mi lesz? Mit terveztek? Mondom, mind a kettő van. Igen? Tehát van, aki a nyitásban hisz, van, aki azt mondja, hogy legyen ez a Hősök terei tüntetés. Akkor nevezzük így, hogy tüntető. Mondjuk inkább, hogy demonstráció, jó? Ha egyszerre nyitok, nem tud mindenhol elmenni a navos. Annyi ember nincs. Vagy ilyenkor felvesznek gyorsan próbavásárlókat? Tehát tudják, hogy elsőn van az országos nyitás, minden étterem lázad, akkor 28-át a 31-ig embereket toboroznak? Így van, próbaidő február 2-ig. És akkor gyorsan tudnak mindenhova küldeni. Nyilván nem mindenhova, de azért végig tudnak járni sok helyet. Igen, hát azért a navosoknak se könnyű, ugye most megy ez a viheted-e a szülészedet egészen a kórházig, vagy nem választhat szülészt, ugye ez a nőgyógyászi közszati kérdés, az orvosi kérdés, a paraszolvencia, hálapénz, ugye, és ott is azt mondják majd, hogy hát akkor majd mennek a navosok, és akkor majd próbavásárlás jelleggel próbára teszik a szülésznőgyógyászokat. Oda csak terhes navosok mehetnek, uh-huh. vagy megfejti majd a... Azt mondod, hogy kísérő vagy. Igen. Te kísérő vagy? Csak kísérő vagy aggódó navosok egy párnával a hasukba mehetnek majd próba. Igen. Próbavásárlás a szülésznőgyógyászhoz. És azt mondja, hogy nem találom itt van. Hát kedves, már pedig érted, kedves anyuka, maga nem terhes. Hölgyem, maga melyik időszak? Első 2 napos vagyom. Igen, még csak az elején vagyok. Te szeretnék biztosra benni. Hány ilyen próbavásárlás lehet a NAV-nál? Vagy hány ilyen NAV alkalmazott lehet, aki men, éppen fogászathoz mennek, terhesszűrésre mennek, éttermekbe mennek? Hát több ezer étterem van. Hát ha itt mindenki hirtelen kinyit, akkor random jelleggel egy-kettőt megbüntetnek. De van, aki megúszza. Így van. Nem? Persze. Termékenységi teszt. De az egy frekventált hely, ahol ti vagytok. Tehát oda mennék először. Meg most, hogy így erről beszélgettünk, szerintem ez egy szerintem elég erős támpont most számukra. Igen. Hogy hova kell menni. Szerintem tök is úgy kinyitni, hogy van egy éttermet, tudják a hallgatók, vagy a navosok, ugye, és így is bevállalod. Tehát az első hozzád mennek hát majd. Most mit csinálj? Most mondjam azt, hogy nem, meg akkor mi csendben vagyunk, hát benne majd van ő is persze. Elmész utána egy terápiás kezelésre. Dokikám, egymás vállán fogunk sírni. Fél millió és 60 napos elzárás, Dokikám, mondj valamit, nem volt ez jó ötlet. Köszi, Doki, belerágottál ebbe. Menjetek inkább csendben tüntetni, de csendben tüntessetek,
És akkor abból nem lesz, abból nem lesz pénzügyi elvonás, mert ne, ugye azért csúnya büntetéseket szabnak. Mondd el most a nyitási akciót, az Feri, úgyis kell a pénzbírságra. Nyitási akción két cappuccino, hármat kap, konyha még nem lesz. Két croissant, egy sajtos pluszba. Uh-huh. Ugye hát erre most azért nem rendeled be a nem tudom mennyi húst. Kis fröccsöt kér, nagyot kap. Tényleg legyen egy bírságmenüd. Hogy aki be akar szállni az 5 kilóba. Igen, tényleg. Ja, hogy összeszedjük. És ez ne legyen ez a neve is a menünek. Bírságmenü. Ne, ez legyen egy láda csak akkor, hogy bírságra. Így van. Ez legyen ilyen téglajegy jelleggel. Tehát, hogy egy téglát adsz bele az étteremet, tudod, ez valamikor árvíz. Nem a kirakatba az étterem. Valamikor elviszi az árvíz az éttermet, hogy olyan helyen van, ugye ott, amit tudom, mint a második kerület Mamutot, egy csomó éttermet mindig elönt a víz. Ugye Lövőház utca, hát ott önlik be a víz. És akkor te utána téglajegyet árusítasz, hogy veszel egy téglajegyet, kvázi az újjáépítés segíted. Hát legyen most valamilyen, így. Legyen most valamilyen Covid jegy, vagy mit tudom én, valami, amit kitalálsz, hogy nem a konkrétan a büntetés, de beleszáll az étterembe, és utána befizeti a büntetést. Jó. Csomó, csomó étteremben van ilyen kávépénz, meg ilyenek, nálatok legyen kirakva egy ilyet. Uborkás üveg, igen, bírságra. Megbírságmenü. Mi van akkor, ha te kinyitsz, de csak kiadod a kávét? Tehát te nyitva vagy... Ez volt a hétvégén. Hogy ez ő került, kiadta? Ez került 500-ba, igen. Uh-huh. De abban mi a szabályszegés? Az nem értem. Hát ezt sokan... kérdezte a tulajdonos is. Igen, igen, hogy mi a szabályszegés, ő is tehát kérte. Tehát nem engeded be az étterembe, kinyitsz és kiadod neki, tesó, itt a kávé meg a briós. Most bemehetsz egyébként. Ja, csak el kell vinned. El kell vinned, és ott az történt, hogy volt bent három vásárló most a hétvégén, meg 100-an álltak kint az utcán. Igen. És az volt a gyanús neki, meg ők is nagyon mondták ezt, hogy ők ki fognak nyitni, és ennek ellenére, hogy nem ültek a helyszínen bent az üzletben, ennek ellenére jött ez az 500-as. Na de hát, ha a kávézó vagy az étterem területén csak az ott dolgozók tartózkodnak, akkor te nem követsz el semmit. Aha. És ha csak elviteles terméket vásárolsz, hát egy csomó kávézó nyitva, én szoktam ilyen vásárolni, bemész, megveszed egy kis avokádó szendvicsedet, megveszed egy kis gyümölcslevet, kimész és ott iszod meg, ahol akarod, csak tipli van. Igen. Hát akkor ők nem követtek el semmit, hát akkor nyiss így ki. Hát így ki kiadod a briost, a kávét nekem, mert én oda megyek, beszállok a téglajegybe. Nagyon jó. De nem megyek be. Hát nem megyek be. Hát akkor az mit, milyen jogalapon büntetnek ilyenkor? Ez zajlott a hétvégén. Nem tudom, hogy mi volt a jogalap, ezt szerintem most még ennek a bizonyos kocsmának a tulaja is nagyon keresi, nagyon szeretné megtudni. Az biztos, hogy ő kapott bírságot, és elküldték az étterem előtt várakozókat, vagy a kocsmá. Tehát, hogyha mondjuk nagy sor... várakozók, miért nem mondják azt, hogy ide várunk? Te vagy ide várak? Miért? Ki mondta? Itt vásárol? Nem. Tehát, ha mondjuk nagy sor gyűlik össze az éttermed előtt, akkor nem gyűlhetnek össze az utcán? Igen. Tehát azért az étterem felelős, ha én megállok. Tehát akkor én ki akarok vele szúrni, akkor egy Ikarusz busszal letáborozok. Nyitva se vagy, és úgy megvágnak, mint a húzat. De zárva vagyok, nem csak van. Egy japán turista csoport itt fotózkodott. Sajnos Ferenc kiadott nekik egy kávét. Aha, tehát akkor neked gondoskodnod arról, hogy az utcán se gyűjjenek, hát te azért felelős vagy. Igen, akkor mit fogsz csinálni? Oszlatsz majd a Liszt Ferenc téren? Az van, menjenek arrébb. Menjenek át a konkurencia elé, zárják be őket. Nehéz ügy, tehát, hogy nincs még, ebbe sincs érted egy ilyen együttállás. Hát hogy ott valószínűleg példát akartok statuálni. Aha. Tehát, hogy így meg az volt talán, hogy ők adtak azért szeszes italt, arra vigyázz. Tehát a rendőrség ugye azt mondja, hogy szeszes italt is árultak az ott állóknak. Hát most nem lehet. Elviteles fröccs? Haló. Most elviteles kávé van műanyag pohárban, elviteles fröccs nincs. Egyébként most mit feszítesz 60 nap bezárással, így zárva vagytok, nem? Ez mondjuk igaz. Na most 60 nap bezárást kapsz, az azt jelenti, hogy nyithatsz mondjuk a február 1-én bezárnak 60 napra. Március, nem, hát február-március a 60 nap, ugye az két hóra. Április 1-én nyitva vagy. Uh-huh. Egyébként is akkor nyitnál. Igen. Milyen jó tréfa volt. Milyen jó tréfa volt. Félmilliós bírság. 500 még. Félmilliós bírság és 60 nap bezárás. De hát az tulajdonképpen nagyjából oda teszem a nyitást. Igen. De erre is, hogy valamit mondjunk már, hogy hova teszed a nyitást. Bár most ugye a főnök belengedte két héttel, vagy múlt héten, hogy majd nyár végén lesz nyitás. Aztán... Én szerintem ez az egész, ez most azért inkább arról szól, hogy nőjön az oltási kedv, ami nő is, hál' Isten. Tehát ez egy tök jó dolog, hogy eddig 10% akart oltatni, mint te most már 40%.
De nem lenne baj ezzel a bezárással, mert nyilván baj van, ha közben tényleg nem azt látnád, hogy, hogy ember embernek farkasa a budai meg a pesti bevásárlóközpontokban, nem? Ez a legnagyobb baj. Ilyenkor kérdezed, hogy de ez miért? Tehát étteremben leülök, megiszom a kávémat, a maszkban jön a pincér, négy méterre ülnek tőlem, a kevésbé érzem magam veszélyeztetettnek, mintha most mondjuk a nyakamba venném a svéd áruház konyha szegletét, mert Viktória szeretne valami jó konyhabútort, és hatan tüsszögnek egyébként a nyakamba, és nyolcan a piac téren. Nem csak a konyha szeglet, hát mi a különbség közt, hogy a svéd áruháznak az éttermi részlegénél veszed meg elviter az ételt, meg az italt, meg mondjuk a Ferihez hasonló vendéglátósoknak az éttermi. Mi a különbség a kettő közt? Megmondom, mi a különbség, az, hogy svédeknél sokkal többen vannak. Igen, egymás nyakába, szerintem egy étteremben sokkal korrektebbül meg lehet csinálni a másfél méteres távolságot. Hülye nem látja egyébként, hogy... Kihagysz egynél ülnek, egy asztalt. Hát persze, meg mi van a plázában? Te megveszed a kávédat, ugye? Bolyongsz, mint a hülye, és leültök 81 padra, egymás nyakába, mint az orosz artista csoport egyébként, és iszod a kis kávédat, miközben négy vadidegen ember ül melletted, lekuporodva az egyszem padra, ő is, és próbálja a túlélő zálogaként meginni azt az egyszem kávét, miközben hatan köhögitek körbe egymást. Hát ennél egy étterem irányítottabban leül, négy méter. Tök jól lett szabály. Ráadásul még mindig ott van a döntés szabadság, amiről hogy beszéltünk. Bemész, vagy nem. Hogy vállalom a kockázatot és bemegyek, de nem kötelezőszerűen. Ugye, ha nem akarom, veszélyesnek érzem, nem megyek be. Tehát csak az megy oda, aki mondjuk úgy érzi, hogy nincs veszélyben. Tehát ez valóban ezeket azért a legnehezebb elfogadni, mert ha lenne erre valamilyen magyarázat, akkor könnyebben. De miközben látod az ellenkezőjét hétvégén a plázában. Így azért, hát gondolom, ti éttermesek, ezt még nehezebben néztek el, mikor egyébként meg tök kultúráltal le lehetne ezt bonyolítani. Úgyhogy 6 méterre ülünk egymástól, de az is egy negyed étterem nyitását jelenteni legalább. Igazságtalanságot érzel benne, hogy ott lehet, nálad nem lehet. Igen. Nem érted a logikát. Ha valaki ezt elmagyarázná, azt mondtam reggel is, hogyha operatív törzsből ma kiáll valaki, és azt mondja, hogy kedves hölgyeim és uraim, azért nem lehet az étterem, mert... és itt felsorol három használható indokot, nem akkor ért, szerintem igen. Mindenki azt mondja, hogy fölemeltem a kezemet, oké, a dolog, értettem. De így, hogy azt mondta, hogy te legyél zárva, ők ne legyenek zárva, ott összeérhet az ember vásárlásnál, összetapizhat mindenki mindent, majd te is megtapizod, ott, ahol egyébként új étkészletet kapsz, elmosogatva, fertőtlenítve, tisztítva, ott nem lehet, az a nonsense az egész. Igen, abszolút. Ha valaki elmagyarázza, akkor föltesszük a kezünket. Erről beszél a bánatos maci arcú néni, vagy a festett hajó óriás bébi. Na jövünk mindjárt. 9 óra van pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Kilenc óra után vagyunk, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Sziasztok! Ja, mert igen, mert mondani akartam, hogy... Hétfő van, csak mondom. Feri mindjárt visszajön, mert most hirtelen kapott egy napos vizsgálat. Így van, hogy nem. Beszélgetünk, Feri. Igen. Jó papáskodunk. Igen. Polgári engedetlenséggel szórakozgatunk. Szívjuk itt a tüzet. Éppen a statárium van érvényben, rögtön itt tőlük bíróság. Itt meg aztán vészhelyzet van. Tehát elnézőek voltam. Majd aztán tessék csak bejönni egy pici napvizsgálat. Öntsük a benzit a sparhezbe. Gyufát dobunk utána. Itt van a zsalászokra. Jó pofáskodunk. Nem 60 napra záratjuk az értelmet, hanem 90 napra. Úgy rá nyomjuk az 1 milliótra, arrukodunk. Azt nem, majd csak nézel. Lehet itt aztán jó pofáskodni. Csóvát a szalmatetőre! Forradalmárkám. Rákocsiakkal vigyázni kell. Ugye? Mindig is baj volt velük. Ez állandó probléma. Még tekérdákból is vissza akartak. Az. Na itt vagyunk gyerekek, már meglátjuk, mi lesz, drukkolunk az éttermeseknek, és persze mindenki tartson be mindent, amit be kell, de most már jó lenne ebből az egészből kilábalni, mert ez most már nem állapot. Ami van? Nem így van? Hát nem. Ez most... Hogy? A sarkodra állt. Most már tényleg legyen elég. Oda mondta. El már most kifelé az M31-estől. Most már nem állapot, jó? Úgyhogy szedjétek össze magatokat. A Kisbagi pihenőig hatalmas a sor, baleset, araszolunk. Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. De ezt többen is elküldtétek, hogy M3-as kifelé az M31-estől. Jó, csak azért mondom, mert közben másodjára már én is értelmezem. M0-as Dunakeszi fót, Dunakeszi Megyeri híd, az meg aztán teljes kuka. Ott is baleset van, úgyhogy emiatt tudnak a Dunakesziről. Hát kijutni akaró honpolgárok egy kicsit nehezebben kijutni. Honpolgárok, honfitársak, így van. Várjunk csak, nézem meg. Vagy meg akarok szép. Telefonáljuk oda a miniszterelnökségbe. Azt mindenképp ezt tanácsolom neked, nagyon szeretnék oda telefonálni. Van egy telefonszám, és csak ennyit mondjuk be, hogy
ez most már tényleg nem állapot. Elnézést, mi szeretne? Ez kicsit olyan lenne, mint a, mint a ahogy hívják, a 112-es. Igen. Egyszer kiadhatná a miniszterelnök kiségi hivatal is, a hozzájuk befutó éttermeseket, honpolgárokat, magyarokat, akik betelefonálnak, hogy ez most már nem állapot. Jó napot, szerintem sok lenne a fütyülés. Rákóczi Ferenc vagyok, Ferének már úgyis mindegy. Tehát, hogy Rákóczi Ferenc vagyok, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez most már nem állapot. Köszönöm. Mire tetszik mondani? Hát, hogy ez erre, nem állapot. Erre, hogy ez, ami nem állapot. Ez nem mehet így tovább. De mi? Nem mehet így tovább. Mi? Ez. Hát tudja, hogy miről beszélek. Ez. Ami van. És valószínűleg kapnak is ilyen telefonokat. Igen, csak nem így megfogalmazva, hanem hogy... Olyan érdekes kifogást olvastam most, hogy őszt ütöttél el. De aztán lehet, hogy igaza van a közlekedőnek. Nem telet vagy tavaszt? Nem. Nyarat vagy őszt. Tehát ez a... Hogy mit kell mondani, ha elütsz egy őszt? Ez tök jó. Na és mit? Az ősznek mit kell mondani? Vagy? Basszus, egyébként. Rőtök Muzsalnál történt egyébként a baleset a szakadóhóban, mert hogy... Elvonultak az állatok, ő látta a szegénykém, az áldozat, ugye, hogy a kocsijával megállt, hogy minden vad áthaladjon az autó előtt. Megtörtént az áthaladás, elvonultak az autók, hirtelen pedig elindult újra az autó, fölgyorsított valamekkora sebességre, és hirtelen annyit vett észre, hogy berobban a szélvédő. Uh-huh. Egy lemaradó őszike. Volt még egy. És nem fizet a vadásztársaság. Hát hogy van ez, kérem szépen? Mert miért fizessen? Azt mondják egyébként, hogy nem ő ütött el, azt mondja az áldozat, ugye a szegény ember, hogy nem ő ütött el az őzet, hanem fordítva történt, az őz ugrott a 20 éves kocsira. Aha, tehát az vagy? Őz ütött el az autót. Vagy fuvart akart? Be akart szállni valószínűleg. Uh-huh. Hogy van ez? Akkor miért nem fizet a vadásztársaság? Mondd meg nekem, Ferenc. Micsoda? Az hát az őz a vadásztársasághoz, megmondom, vagy volt? Az adott területhez, vagy annak fenntartójához, karbantartójához tartozik. Van ilyen, hogy rádugrik az őz? Ki volt téve, az őz veszély tábla, 1 km, 2 km, 500 m, tudod, van egy ilyen izé, alatta egy ilyen távolság meghatározó. Mindjárt vadveszély. Tábla, és ha ott történik ilyen, akkor a vadásztársaság azzal, hogy kitette ezt a táblát, ezzel fel is menti magát. Megtette a kellő óvintézkedést, neked kellett volna lassabban menned. De nem tudok lassan menni, ha az őz nem elém ugrik, hanem rám ugrik. Érted? Tehát az autóm mellől próbál átugrani megijedve az autón. De szerinted ez egyelőre ledumálhat a konfliktust? Tehát, hogy így... Az őzzel ezt meg tudod beszélni? Így előre? A kedves őz, akkor most te ugrottál rám, adj már nem, papír. Én azt mondom, hogy van, amikor te vagy a hibás, mert nem voltál eléggé körültekintő, vagy nem jól választottam meg a sebességet, de az őz ráugrik a kocsidra. Egy álló kocsira is ráugrott. Hát ezt mondom, hogy te ott 10-zel is mehetsz, akkor is rádugrik. Hát akkor ez nem a te hibád. Miért nem fizet ilyenkor a vadásztársaság, vagy a biztosító? Hát hogy van ez? Kérem szépen, én ütöttem előzet, hát az borzasztó élmény, de akkor elém ugrott, tehát nem tudsz mit csinálni. Ugye, és ott etetési de terület van. De vadászak elől menekültél, és ez egy kicsit. De most akkor a zebránál, ha elütsz egy gyalogost, akkor ott is azt fogod majd mondani, hogy rádugrott? Öngyilkos szándékkal ráugrott igen. Az autóra? Igen, egy öngyilkos szándékkal megadott kisnyugdíjas a lehelpiasszám, ráugrott a kocsimra. Lendületet vett a lökhárítón, és rávetette magát a szélvédődre. Hogy kellemetlen helyzetbe hozzon téged? Na de várjál, hát én mondjuk megállok, mert vonulnak előttem a vadak. Igen. Majd elindulok és öttel megyek, és egy setes uta még lemaradt. És ez egy ilyen ugrással akarja behozni, és ott keresztbe ugrik a kocsimon és összetöri. Akkor még én vagyok a hibás? Igen. Hát de hogy, miért? Mert nem menték el a kellő körültekintéssel, meg kellett volna nézni, hogy van-e leszakadó őzcsoportból. Számolja meg a csordát. Tisztelt bíróság. Kiszálltam az autóból, szemrevételezés módszerével rögzítettem, hogy a csordából leszakadó állat nincsen. Visszaültem a gépjárműbe, egyesbe tettem, elindultam, majd ekkor vettem észre, hogy az anyós ülésem már nem az anyósom ül, hanem egy őz. Milyenkor a jó megoldás? Szólni a vadásztársaságnak, vagy gyorsan eltűnni a helyszínről, berakni a csomagtartó és eltüntetni az őzet és a maradványokat is. Nem nagyon tudta eltüntetni, vagy nem nagyon tudta elhajtani, mert hogy nem látott ki a szélvédőn, ugye ilyen hártyásra tört az egész. Felveszed a maszkot, kirúgod a szélvédőt, beteszed az őzt, a csomagtartóba, azt elhúzol. Igen. Várjál, itt azt írja a hír, hogy olyan óvatos volt, hogy állt. Hát ezt mondom, hogy azért az, amikor egy szinte álló autónak ugrik neki az őz, és azt mondják, hogy semmit nem vállalunk. Most az a vadásztársaság, de akkor mondhatja a biztosító is, vagy a biztosító lehet, hogy fizet, nem? Nem, a biztosító. A vadásztársaság soha nem fizet, vagy a vadászok soha nem? Nem nagyon hallottam még olyat, hogy így kinyitották volna a pénztárcát. A biztosító úgy fog fizetni, ha van kaszkója, mert ez kötelezőre. A kötelező az csak arra van, hogy amit te okozol.
Kár. És akkor tudod, jó hiszemű vagy, még kihívod a vadát. Éj, aztán mekkora volt az az állat. Az mit az ez csinál előtt? Dudás előtte? Fiát volna ez az állat, három kicsi őssutát. Bizony. Tudja, mennyi ennek az eszmei értéke? Na. Egy millió. Na tényleg csak oda lett egy kicsit hatalmat szórakozni a vadásztársasággal, vagy jobb lett volna, ugye beülni, aztán ott hagyni ezt az őzet, vagy berakni a csomagtartóba. De nem mondott, hogy ilyenkor még az állatot is ki kell fizetni. Ráterheli, tehát te jó hiszem, hogy kihívsz egy vadász, hogy gyerekek, történt egy kis baj, vagy mit tudom én, a társaság, vagy okay, valahogy próbáltok meg nekem enyhíteni a káromat, és azt mondják, hogy igen, hát nem, hogy nem enyhítjük, hanem plusz még három kiló. Persze, hát neked ki kell fizetned te az okozott vadkárt. Igen. Tehát ilyenkor a legjobb elmenni a helyszínről, cserbehagyásos őszgázolást elkövetni? Úgy hát van. Azért húzd le az útról. Úgyhogy mondjuk szakadjon le az egyik combja, hogy azt el tud vinni. Én amikor elütöttem szerencsétlen őzet 20 évvel ezelőtt a kis Mitsubishi Coltommal, egy 6-os GTI, bocsánat, egy 8-as GTI. Nem mentem 3 gyorsan. 3 kilométeren keresztül párhuzamosan haladtál a rudlival, aztán pedig egy gyors nyobkanyarral belerongyoltál a menetbe. Igen, ott mi nincs kirakva, rendőrt. És mit mondott? Azt mondja, hogy kihívja a vadász. A társaságból szemlézi, kijött a vadásztársaság, lemérték, és azt mondták, hogy mivel etetési területen mentem, de aztán az honnan jó. Tudod, hogy az etetési területen? Hát onnan, hogy volt az erdőbe, és ki volt rakva. És offroadoztuk. Hogy offroaddal mentünk. Szénabálák voltak kint, és kukorica. Etetési terület, ezért megnézte, hogy le van-e rakva a tábla, és azt mondta, hogy le van rakva, és két nyíl van a szarvas mellett, akkor az én hibám, mert én etetési területen mentem keresztül, ami mentesíti a vadásztárságot, hiszen én etetési területen még körültekintőbben kell, hogy menjek. Úgy van. Leszemlézte a vadászt, leszemlézte a rendőr, álltunk 3 órát, és utána én még harcoltam a társaság, hogy gyerekek. Ne kelljen kifizetni az őzet. Ráadásul ugye? Azt hiszem, hogy a vadász elvitte az őzet. Hát persze, az az ő tulajdona, az a vadásztársaság tulajdona. Hát nem hívjon meg az őszpörköltre utána, hogy mondja azt, hogy kedves Sebestyén úr, 300 000 forint lesz, de hagyj küldjünk egy kis ételhordóban önnek ebből a remek őszből, köszönjük szépen, ennyi maradt belőle. Van, vagy legalább meg a szarvát fűrészeivel, ezt adja oda anyjának fogasnak. Szerencsétlen. Tehát jobb nem hívni ilyenkor semmit. Vagy hogy van ez, ahogy látod? Jobb nem hívni. Hát, fia, igen, hát még te jársz rosszul. Ha a tábla ki van rakva, onnantól kezdve már gyakorlatilag esélyed sincsen arra, hogy behajtsál rajtuk bármennyit. Igen, na várj, itt van egy vadász, aki tud nekünk segíteni. Halló, jó reggelt, hello! Halló, sziasztok! Hello! Te vadász vagy? Vadászol? Hivatásos, igen. Hivatásos vadász vagy. Na hogy van ez? Ugye itt az ember azt mondta, hogy ráugrott az őz. Tehát ő nem ment gyorsan, szinte áll, csak szegény kis őzike megijedt és megugrott rá egyenesen a kocsira. Ez mindig az, mondjuk attól függ, hogy milyen autó, ez az egyik, a másik meg az, hogy én szerintem... Egy Devola Cetti, akkor nagyobb a baj, ha ez mondjuk egy G-Merci, akkor meg el van felejtve, vagy... Egy Polskit lehet, hogy kifizettek, és egyébként a G-Mercisnek van 10 eurója. Igen, megnézitek, milyen autó a típus. A Bentley-sek becumiszták. Nem, ha egy alacsonyabb autó, akkor értelemszerűen egy őz is jobban kártehet benne, de egy magasabb, erősebb autóba, úgy eleve nem éri föl. Tehát az nem tehet benne akkor a kárt. A másik, ilyenkor úgy gondolom, hogy egy autó áll, az az őz nem faltudikos az, hogy neki rohan, és akkor ott törik zúz mindent. Szerintem. Nincs is olyan tömege hozzá, nincs is olyan... Hát, figyelj, bocsánat, hogy megszakítalak, de ez az eset, amit most itt a tévében bemutattak, ott az emberünk már állt a kocsival, elvonult a csorda, és jött egy leszakadó őzike, aki, hát nézd meg a képeket, a motorháztetőt összetörte azzal, hogy ráugrott, és betörte a szélvédőt. De aztán várjál, azt mondja, hogy ő egyesbe tette a kocsit, és nagyon lassan elindult. Éppen készült elindulni, amikor még egy lemaradó. Okay. Ez őz volt? Biztos, hogy őz volt? Azt mondja a hír, hogy őz. Zoli, milyenkor az állásfoglalás? Tehát majd a vadászok területéről. Ha etetési terület, vagy ha ki van rakva a tábla, az mentesít mindenkit? Ha ki van rakva a tábla, az mentesít mindenkit. Ha nincs kitéve tábla, ugye egyértelműen mind a kettő veszélyes üzemmód. Tehát útnak látásra megfelelően kell haladni. Ez az egyik. A másik. Akkor van ebből esetleg gond, hogyha hajtás volt, hogyha közel van sózó etető, és a vad meg van riasztva, kiújik az útra, akkor lehet róla szó, hogy van kártérítés. De ugye oda hajtásnak, vagy meg kell riasztani a vadat,
kutyának kell hajtani, esetleg utánkeresésnél kereső kutyának kell ezt az állatot hajtania, akkor lehet róla szó kártérítésről. De ha ki van a tábla, ugye egyértelmű, hogy vadveszély. Tehát akkor viszont nem lehet kárigénye. Tehát ha elütünk egy őszt, érdemes megnézni, visszasétálni, hogy van-e tábla. Ha van a tábla, akkor ne is szóljak a társaságnak, hogy elütöttem. Még az is lehet, hogy a szegény őszt is rám terhelik, vagy kifizetteti ezt ilyenkor a vadásztársaság magát a kárt? Nem jellemző, de a törvényileg megengedik. Tehát ugye mind a kettő a másiknak okozhat kárt. Ugye idáig mindig csak az volt régebben, hogy az autóba kár esett, azt ugye meg kellett teríteni a vadásztársaságnak, a vadászat a jogosultnak, bocsánat, és ha ugye, de viszont viszont, hogyha van egy értékes őzünk, vagy akár gimbikán, ugye mindennek megvan a vadgazdálkodási értéke, és ha ki van a tábla, a vadászat a jogosult, visszafele is perelheti, hogy ha van egy... Jó, értem, hogy én miért ütöttem el, mikor kim volt a tábla. De hát ilyen alapon, ha végig rakjátok az egész országot táblával, akkor mindenhol viszi. Akkor mindenhol megvagyunk. Akkor ti megvagytok. Viszont nem engedi a törvény. Tehát azért annak van előzménye, ahol tesz neki táblát, mert ott azért több balesetnek is kell lennie. Ja, értem, tehát nem az vagy, tedd ki Józsi azt a táblát, akkor nem kell, akkor nem kell fizetnünk, ti levéditek magatokat, nekünk meg tönkre megy az autó. Igen. Aha. Tehát burkoltan, de azt javaslott, hogy minden egyes autósnál legyen a biztonság kedvéért legalább egy fűrészlap. Amire tudja vágni a táblát. Ez a közútnál, meg a rendőrségnél nyilván tartva, tehát hogy hol vannak táblák. Mi van a lakóterületen belül ütöm el? Tehát mondjuk itt valahol megyek, Diós, Török, Bálint, Budaörs, és egyszer kiugrik, elütöm. Akkor neki ott nincsen helye, akkor fizettek? Vagy akkor a vadásztársaság vállalja a kárt? Az nem vadászterület. Aha, akkor meg már nem mehetünk a vadásztársaságra. Erre van kifogásotok nektek, azért jó ki van ezt találva. Ha elütöm, tábla van, ha nincs tábla, nincs ott a helye az őznek, ha ott van egy ház, akkor az már lakott terület, hát meg férnyákosok vagytok. A közterület és elvileg az ő kormányzat, tehát most gondolj, ha valahol leparkozott az autóval, és jön egy vihar, és a közterületen egy fának az ága ráesik az autódra. Hát akkor is én a vadászokhoz megyek. Aha. Ja. Én mindenképpen titeket találok meg. Akkor viszont tényleg azt kellett volna csinálni, hogy a balesetet szenvedett autósnak még ott a szélvédőn óvatosan el kellett volna menni a helyi önkormányzat elé, érted? És ráhúzni egy gyúlias nyílt. És becsöngetni, hogy jó napot kell, hogy történt meg. Az önkormányzat két utcára. Igen, neked már volt hasonló? Hogy... visszamenőleg egy kilométeren belül van tábla, akkor nincs, tehát akkor... sajnos be kell nyelnie. Tehát akkor el kell vinni a húsit, az odaadni Ferinek, dolgozza föl, az a legjobb megoldás egyébként. Igen. De borzasztóan sajnálja az ember, mondom én, amikor ezt átéltem 20 éve, hát ez egy ilyen borzasztó trauma, tehát látod, ott fekszik, leizzad. A húsit ne vigye el, Balázs, mert van olyan ismerősöm, akik elütöttek egy őzet, lett neki, tényleg neki is lett egy komoly kára, betették az őzet a csomagtartóba, és mielőtt hazaértek, volt egy közúti igazgatás, és benne volt az elpusztult őzök a csomagtartóba, és 200 ezer forintot megnyitettünk. Na, azért elütöm. Nem fizetitek. Összetöröd a kocsimat. Összetöri a kocsimat. Hát legalább hadd vigyem el. 200 ezer felé kétszer ennyit összeszed bírságba egy nyitás. Felének ez február 2-án már meg lesz. Semmi. Még túl is szárnyai. És akkor hagyjam ott, tehát úgy mondjak el egy imát, egy mantrát tegyem le az útszélére, és menjek tovább. Ás, de és majd később visszamész érte. Vagy szólt rendőrségnek, és akkor majd ők értesítik a varázsot. Na most, oké, őszintén, ti elviszitek egy, mondjuk én szólok, ti elviszitek ezt az őzet. Megeszitek, nem? Nem. Mit csináltok vele? Balázs, ez a roncsolástól függő. Tehát roncsolástól csak egy kicsit ütöm el, csak egy kicsit roncsolódott. De font elpusztul. Épp, hogy egy bibis lett az óda. De még ehető. Na, őszintén. Na. Hát akkor azért összegyűlnek a vadászok, persze. És azért megy a bográcsba, nem? A kicsit szilákos. Nem, hogy nem. Tehát azért azt tudni kell, hogy a vadak közül a számomra a legkevesebb gasztronóm élményt az őznyújt. Számomra. Miért van a többiekkel? Igen, a húsa nem annyira feldolgozható? De földolgozható, de nem olyan ízletes, mint a többi. Üsse kell más, ezt akarod mondani? Igen, szóval szarvas, vagy vaddisznóra. Lehetőleg figyeljek, hogy más üsse kell. Nem, azt akarod mondani, hogy ízlés dolga. Nem, ezt jó tudni. Hát egyrészt indul a párzási időszak, ezt hallja az ember. Aha, ugye? Az hát, még odébb van, igen, a július második fele, augusztus első fele. Uh-huh. Igen, az akkor az picit odébb van. Most olvastam egy cikket, hogy autósok figyeljenek, indul a párzási időszak. Ja, hogy az tavalyi cikk, amit Zsúl megint. Igen, ez a népesség robbanással kapcsolatban. Mikor a legveszélyeztetettek télen, mikor nincs kaja és mindenhova elmennek, a párzási időszak, mikor figyeljünk nagyon?
Én szerintem a fázás időszak. Akkor észlékül rohannák, hajtják egymást talda a suta után a bak, akkor észlékül mennek. Ilyenkor nem, ilyenkor nagyon kevés neki a mozgás igénye. Tehát ő minél kevesebbet próbál mozogni, értelemszerűen tud, minél kevesebb energia menjen el. Tehát ilyenkor a legkevesebb mozgás igénye egy őznek. Az őznek ez biztos, hogy így van. Aha, tehát óvatosan táblát megnézni, vadásznak nem szólni, kocsiba berakni. De hogy de ugye, hát akkor tulajdonképpen ti vérre vagytok. Jó, hát ez egy fura dolog, mert mi is vigyázunk az állatokra, ti is, mint vadászok próbáltok az autósokra, hát ez egy nehéz dolog, de minden esetre érdemes. Zoli, köszi, hogy kisegítettél minket, tök hasznos dolgokat mondtál. Nagyon szépen, jó egészséget kívánok. Próbálunk figyelni. Ciao, hello, hello, ciao, szia. Vaddisznót szombor, nincs eladók. Ugyanitt elütött vaddisznó eladók. Borzasztó gyerekek, hát ez itt, amellett, hogy megölsz egy állatot, a kocsid is szétmegy, pereskedsz, hát azért ez egy hülye helyzet, nem? De hát én közben megértem, hogy most mindenkinek mindent kifizetnének, hát azért... Na jó, na, nem kell mindenkinek mindent, hát de ott a tábla, azért... Hát... És még te fizetsz az elütött vadért, na. Hát legyen kaszkó a kocsidon. Oké, de hát ott is van egy önrész, 10% vagy 50 000 vagy 100 000, azt is be kell fizetni. Ne ügyeskedj te Latol. Jövünk mindjárt a hírek után. 9:30 volt pontosan egy percen. 3:10 lesz pontosan, 6 perc múlva. Hello mindenkinek. Itt van velünk Kristóf. Hello Kristóf, jó reggel. Ciao. Hello, sziasztok. Jó reggel. Jó reggel. Egészségére. Hello Kristóf. Honnan hívtál minket, Kristóf? Én Sűsápról hívtam titeket. Sűsápról. És mit csinálsz ott? Én most itthon vagyok, igazából jelentkeztem játékra, barátnőnek szeretnék jelni egy szép ajándékcsomagot, mert nagyon szeretnék. De aranyos vagy, barinőnek egy szép kis balázsékos ajándékcsomag. Hát az nagyon jó. Igen. És mi a foglalkozásod, mit csinálsz? Én szakács vagyok, és hát igazából most itthon vagyok sajnos, mert már 2 hónapja nincsen munkám, és most így itthon vagyok, így próbálok elhelyezkedni valahol. Mint más, gondolom, mint nem szakácsként. Igen. Hát igen. Aj, Kristóf. Mint kíván. Ajándékcsomag viszont eladó. Igen. Kivel játszanál, Kristóf? Én Ferivel szeretnék. Ferivel, Feri, kap le a fülest. Már én a pénteket alig éltem túl, gyerekek. Az kemény. Az egy nagyon kemény menet volt. Mindannyian aktívan emlékszünk arra a játékra. Akkor muszáj. Okay. Jó. Na. Ismered azt a mesét, ami az öreg néne őzi kéje? Címet viseli. Öreg néne őzi ki. Tudod, megtalálja a kis sötesutát, aztán hazaviszi, és aztán azt hiszem lelövik, vagy mi történik? Igen, ugye? Elvágja a torkát, kibelezést csinál belőle a személy. Igen, egy pantalót. Igen, meg egy jó pörköltet. Ez gyermekkorunk egyik meséje. Legyen-e maga az öreg néne őzi kéje a feladvány? Öreg néne őzi kéje. Mese. Ez egy mese. És abból az őz, mint szereplő. Ha már annyit beszéltünk az őzekről. Jó? Csak az őz ennyi. Ha? Nem, az öreg néne őzik. Nem, nem az ösvény, amint találkozott. Jó? Jó? Megvagyunk! Megvagyunk, Ferenc! Megvagyunk! Megvagyunk, meg. Nagyon jó lesz. Kicsit sokáig beszélgetetek. Jó lesz, zsirányom. Na figyelj, indul az óra. Na. Tárgy? Nem. Nem tárgy. Fogalom? Nem. Személy? Nem. Akkor mi? Ja, várjál. Élőlény? Élőlény, így van. Élőlény. Volt szó ma az adásban? Ó, persze. Volt szó egy élőlényről, amiről beszéltünk. De nem konkrétan el. Ne segíts, hadd sétáljon be a csapdába. Ja, bocs. Mert ez egy bizonyos élőlény? Igen, ja, nem segíts. Így van. Jani, ez egy bizonyos? Na, tehát, így van, mert, ez egy bizonyos élőlény. Mert beszéltünk élőlényről, azok voltak a vadak. A vadak. Ez egy bizonyos vadfajta? Olyan vadfajta, amit elütöttek ebben a hírben, amiről beszéltünk? Persze. Tehát ez az ősz. Ha meg vagyunk, ősz. De nem pontosan az. Jó, de ez egy bizonyos. Hoppá, menjetek. Ez az ősz, amit elütöttek? Hát, ebben a hírben, ami ma beszéltünk egy hírről, hogy ráugrott egy ősz. Nem. De akkor ez nem az az ősz. Nem ahhoz kapcsolódik. Oké, beszéltünk még egy olyan őzről, amit Bali ütött el. Ez az az ősz? Nem. Nem az az ősz. Hát milyen ősz van még? Ugye? Na milyen ősz van még? Hát gondolkozz egy kicsit. Ezt az őzet mindenki ismeri? Hát sokan. Igen. Mindenki tud róla. Igen.
Így van. Igen. Tavasz, nyár, ősztél. Aha, értem. Ez egy olyan őz, ami rajta van egy alkoholnak az üvegén? Mondjuk a szarvas. Igen. Az nem jó. Az nem jó. Nem az őz. Nem az őz. Hát de most próbálom, hogy melyik az az őz. Ne magadból indulják itt. Jó. Nem is a fritőz. Nem a tehát nem a Frid, de ez egy bizonyos őz, de nem az az őz, amit igen, elütöttek. Így van. Hát mi van még? Milyen őz van? Az az őz, amit mi, az is szarvas volt, a csoda szarvas. Az sem őz. Igen. Akkor... Mátra alján falu szélén. De. Jó, ez egy öreg nénikéhez... Na ne, nem már! Ezt sose találod ki, ha ez nincs. Jó. Lakik az én öreg néném. Jó, tehát ez az, annak az öreg nénének az őzikéje? Így van, így van. Meleg szívű drogos derék, drogos derék. Tőle már az ő eszét. Tőle tudom ezt a mesét. De hát ezt tudod, hogyha ezt nem kezded el, ezt az életben nem találja ki senki. Na de mi ez? Akkor ez az öreg néne őzikéje. Rohadt szemetek vagytok. Oh, így van, őzgirácska, setes uta, mindkét lánya ordas. Ezt ismerem, így ismerem. Ez egy nagyon kis. Ma el is mesélem ezt a gyereknek. Hát én már tényleg azt hittem, hogy alkohol fele elmegyünk, mondom, ebben hogy jövünk ki. De aztán jó lett, köszönöm hát szépen. Mert amikor azt mondtad, hogy ez egy bizonyos ősz, hát most milyen őzet ja, ismersz, jó, ami persze. Egy bizonyos... Jó, igen. Kristóf, egyébként meg ne reklamálja, mert a csajodnak nyerte egy ajándékcsomagot. Így van, értve én nyertem neki. Tényleg nagyon jó vagyok, és nagyon bírlak titeket, meg a barátom is mindig hallgat titeket, úgyhogy tényleg nagyon szeretem jó. Az egész rádió egyet. Puszíjuk. Nagyon aranyos vagy, köszönjük szépen. Küldjük, jó? A kis csomagot ügyes volt. Köszi, sziasztok. Szia. Hello. Hidára vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre. Egyszer te is légy vendége, itt a vége, fuss el véle. Köszönjük. A gyerekemnek azért nem mondjál mesét. Hallod? Mi van? Én nem is emlékeztem rá, hogy ez ilyen hosszú. Igen. Itt vagy még Kristóf. Mennünk el. Kristóf, köszi, ciao, hello. És letette. Ez egy tök hosszú mese. Tényleg. Oké. Okay. Igen, mi van még ebben? Azt a mindenit. Mit látsz? De hosszú. Ez ennek szomorú a vége, nem? Ugye? Ez az, hogy megfelneveli, befogadja, és a végén igen, és a hálátlan rohadék, igen. Lelövik a végén, vagy elütik. Ott hagyja az őzike. És elviszi az összegyűjtő kis pénzecskéjét. Persze, igen, egy telefonos átveréssel kiszedi belőle nyilván. Szemét ez az ahol öreg lénye. Ahol mókus ugrabugrál, tarka harkályságban. Harkássegbek turkán. Na jó. Jönnek a nap legjobb pillanatai, mutatjuk, hogy milyen foglalkozunk ma reggel. Kapcsoltuk Egyiptomot, gyerekek, egyenesen Egyiptomból jelentkezett Nagy Lacit hívtuk, ugye, mert hogy zajlik a kézi férfi kézilabda világbajnokság. Igen. És kérdeztük a meccsekre, nem csak sport értelemben beszélgettünk, hanem hogy épül közben ugye az egyiptomi új főváros, a sivatag közepén egy ilyen Dubai szintű beruházással. Arról kérdeztük a jelenleg érvényben lévő intézkedések, legyen, hogy hogy érzi magát a világbajnokságon a férfi kézilabda válogatott. Laci, élmény volt hallgatni, tényleg nagyon szeretünk vele beszélni, ez volt az egyik témánk. A másik pedig egy Karib térségben található hotelről beszélgettünk, ahol amíg a férj hazautazott, hogy elhozza a gyermekét, addig a nő lelépett a masszőrrel. Megpróbáltuk megnézni a TripAdvisoron, hogy fönt van-e még a komment, és hogy arra mit szólt a hotel, beszélgettünk arról, hogy van-e ilyenkor árkedvezmény, esetleg elengedik az italfogyasztásodat, hogy a feleségedet elkapta a masszőr. Vagy a hapsi is kap egy masszást. Vagy a hapsi is kap egy masszást, és hát aztán kiderült, hogy hallgatóink is jártak hasonló úton, módon, és rájuk mozdult a férfi vagy éppen női masszőr egy ártatlan masszírozás közepette. Te. Gyorsan gyógyul gidalába, azzal rúgja anyát szájba. Ez valami felnőtt változata az öreg néne őzikéje mesének? Mert akkor ezt olvasom a gyereknek. Vagy ezt Vikinek felolvasom a felnőtt változatot a gyereknek, meg az eredetét. Csak minden második sorba kell belenyúlni, és egész szórakoztam. Na jövünk, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Nagyon fura ez az üres lelátó történet? Vagy azért ezt így meg lehet szokni egy idő után? Nem szép látvány, nem jó, nem kelt jó hangulatot nyilván bennünk, de elfogadtuk a helyzetet, tisztában vagyunk körülbelül most már egy éve, hogy hasonló körülmények között játszódnak mérkőzések országokon belül is, országokon kívül is, hát most ez a világverseny így alakult, viszont végtelenül hálásak vagyunk, illetve örülünk annak, hogy egyáltalán tudunk világversenyen részt venni és meccset tudunk játszani.
nagyon nagy a káosz, így tesztelés, utazás, hotel, szálloda, biztonsági intézkedések szempontjából, vagy egészen jól oldották meg az egyiptomiak? Kezdeti nehézségekben volt részünk, azzal találkoztunk, és valóban voltak kizárt csapatok, pár nap alá újabb kizárt csapatok, a teszteléseknek az eredményei nem érkeztek meg, az edzés helyszín az más lett, mint mondtak volna, az időutazásunk az nem 40 perc volt, hanem 1 óra 40 perc, tehát ilyen apróságokba persze belecsöppentünk, de egész jó viselt ezt a csapat, és próbálkoztunk, vagy próbáltunk alkalmazkodni a körülményekhez. Azt írja Tomi, hogy kérdezzétek meg Lacitól, hogy ahhoz képest, hogy zárkapus meccsek vannak az egyiptomiak meccsén, elég zajos volt a lelátó. Ez igaz? Voltak? Vagy beengedték őket? Nem. Tényleg nagyon fegyelmezetten csak jelzőszikós őrök vannak, biztonsági őrök és egyéb takarító személyzet, úgyhogy nincsenek a csapatban külsős emberek. Nyilván valami alapzajt igyekszenek azért csiholni, hogy ne síri csöndben legyünk a mérkőzés helyszínén, de visszatérve a kérdésre, annyi, hogy tényleg nincsenek nézők, úgyhogy csak azok vannak, akik érintettek. Mi a protokoll? Tehát edzésre bemehettek, gyors edzés, szálloda, teszt, vissza, szigorúan hoznak, visznek benneteket, maszkos csávok, ellenőrök, mert ugye most az ausztrál operről hallunk elképesztő karantén híreket, elzártságot, iszonyatos vasszigort. Az egyiptomiak is így nyomják? Itt is abszolút buborékban vagyunk, most ebben a középdöntőben elég nagy hotelben vagyunk, és itt a hotelen belül a parki részt lehet látogatni, sétálni. A magyar csapatnak egy ilyen külön elzárt része van étkezésre, reggel, érvék, vacsora, és mindig ugyanaz a személyzet érkezik vissza. A személyzet folyamatosan bent tartjuk a hotelbe, tehát ők is kvázi buborékban vannak velünk, és igen, edzéshelyszín, meccshelyszín, hotel, ez a három helyszín, amit tudunk látogatni, és semmi más. Olvastuk, hogy ez az új fővárosa Egyiptomnak, hogy iszonyatos gigaberuházás, hatalmas gigapoliszt akarnak majd építeni. Ebből már látszik valami, vagy egyelőre építkezések mindenhol? Építkezések mindenhol, a sivatag kellős közepén konkrétan, de tényleg nagyon-nagyon szép új rész van, torony épülete, kicsit ilyen dubajos feeling lehető fel gyakorlatilag, és igen, minden igazgatási részt, ami állami igazgatásra kapcsolatos, azt ide költöztetik ki Kairóból, úgyhogy ennek a jelei már látódnak. Uh-huh. És Abdel Fattah al-Sisi, egyiptomi elnök piramisa épül már? Igen, láttuk, hogy egy nagy kőhalom már áll a piramisok oldalába, úgyhogy azt már nyilván jelezték, hogy az új államfő van, nek lesz majd tiszteletére. Laci, most kinek örülnénk a következő meccsről, uh-huh. Ezt a mai spanyolt, ezt tudjuk, hogy tulajdonképpen tétélküli, de azért mégiscsak kijelölő norvégiai vagy Franciaország. Nyilván, hogyha azt mondom, hogy Franciaországra kéne készülni, akkor tudja, hogy Norvégia lesz az ellenfelünk, és hogy ezt fordítva gondolnám, akkor pedig Franciaország. Egy biztos, hogy a spanyolok ellen úgy fogunk pályára lépni, hogy győzelmet szeretnénk aratni, ahogy tettük itt az elmúlt mérkőzéseken, és hogy ennek szellemére fogunk pályára lépni, és nyilván majd a mi mérkőzésben ki fog derülni, hogy valójában ki is lesz az ellenfelünk a következő körben. És onnan már egyenes kiesés a csoportmeccsek után? Tehát az onnan már nagyon élesbe megy? Ha nyerünk, akkor nyilván négybe vagyunk, ha nem nyerünk, akkor meg a középdöntő pontjai alapján besorolnak bennünket a 8. helyre, és kvázi akkor számunkra véget érne a világbajnokság. Aha. 8 évvel ezelőtt volt, Barcelonában játszottunk világbajnokságot, akkor beszéltünk a VB-ről. Van most mumus, akitől félünk? A norvégokról az elmúlt időszakban nem feltétlenül van kellemes emlékünk, de minden ilyen kellemetlen emléket meg kell, hogy szakadjon, úgyhogy esetleg norvégokkal kell játszani, akkor igyekszünk őket majd legyőzni. Alapvetően önbizalommal teli látom a csapatot, talán minden játékosát, úgyhogy nagyon nem félünk senkitől, veszteni való nincsen, nincs az győzhetünk innentől kezdve, úgyhogy nincsen nagyon ellenfél. De ilyenkor kérhetsz kártérítést a hoteltől? Hogy kérhetsz? Mondhatod semmi azt, köze a hotelnek. Hát várj. Hát ez nem így van. Dehogy nem. Hát az alkalmazott nem létesíthet semmilyen szexuális kapcsolatot. Gondolom, az alkalmazottaknak is benne van a munkavállalóikban. Tehát az alkalmazott is hibázott. De mint a hotel igazgatója, te nem állhatsz ott minden egyes szobalány, pincér és masszőr mellett. Te elmondtad nekem, amikor fölvetted a masszőrt, hogy nincs tipi-tapi, uh-huh. Nincs nyúnyi-munyi, érted? Ennyi, de hát nem állhatsz ott. Uh-huh. De legalább akkor tudsz egy ilyen gesztust tenni, hogy elengeded, mit tudom én. A vacsorát. Igen. Jó, kedves hölgyem, kedves Michael. Érezzük a problémáját, igen. Mi sem értjük, a masszőrt kirúgtuk, az italfogyasztást elengedjük. Persze, kompenzálásképpen néhány welcome drinkes kupont fogadjon el.
Melinda vagyok, rám gyógymasszörnő mozdult rám. Nagyon kedves volt és diszkrét, de mivel még ki volt írva egy csomó kezelés, ezért még 9-szer visszamentem hozzá. Nem történt semmi, 15 éve vagyunk barátok. Na, jó, Mi van? Tehát rád, te nő vagy, rád mozdul egy női masszőr, elutasított, de barátnők lesztek? Igen. A nem feltétlen egyenes útja a barátkozásnak, hogy rád próbál a női masszőr. Hát egy lélekben csendültek ők együtt, csak a masszőrnő többet gondolt bele. Igen. Ennyi, de és aztán egy szép barátság. És meg is precíz, hogy még visszament 9-szer. Lia írja, sajnos nem írta le, hogy milyen masszőr egyébként, vagy mit csinál, gondolom sportmasszőr, tehát hogy valamilyen terápiás jelleggel. Volt már olyan vendégem, aki kérte, hogy a következő alkalommal legyek magas sarkúval. Ő egy kicsit félreértette a kezeléseket. Léci, legyél fehér minizoknyában, frottírzoknyában, és egy teniszfejpánt is legyen rajtad, mert én arra. Férfi masszőr, reflexzóna és gyógymasszőr vagyok. Egy új vendéghez mentem, de kár, hogy nem írtad le, hogy pasi volt vagy nő az illető. Betartva minden szabályt, megkértem, hogy tegye szabaddá a hátát. Elfordultam, hogy le tudjon vetközni, mire visszafordultam, ott állt mesztelenül, és megkérdezte, így jó lesz? Hát, nagyon. Odaadó vendég. Felili. Ott nem volt kérdés. Azért az nem mindegy, mert ha nő vetközik le így előtte, igen. Hát azért akkor tudod, hogy mi van, nem? Megírták a pontokat, hogy hol találhatók. A két igen. Pont, amitől minden nő felizgul. Na mondd, próbáld körbeírni. Az egyik a bankkártya. De hol megírtam? Ne, persze, írjuk már föl, mondja már el nekünk. Na mit, hol kell megnyomni? Tessék, hol azt van ez írja, a pont? A lapocka alatt van, ha kiemeled a lapockákat, gondolom ez már azért igen, sok sérülés lesz ma este. Lapocka, kiemeled a lapockát? Kiemeled a lapockákat, és alányulsz, akkor eléred a pontot. Hát akkor ezt nem tudjuk mi amatőrként megcsinálni. Nők, ezrének fog elszakadni a lapocka tartó izom, meg a vállizom. Tehát ne nyújjatok alá, emeljétek ki a lapockát. Csak a nőknél? Hát gondolom más az anatómia. Anna! Hagyd a francba a telefonokat, most nem érünk erre rá. Na, azt írja, Sanya, itt vagyok, már lehet, hogy elérjük. Sziasztok, Sanya! Te vagy Sanya? Sanya, te vagy Japánból? Igen. Te masszőr vagy, vagy ez egy ilyen saját fejlesztés? Én masszőr, én reflexzóna masszőr vagyok, és természetgyógyász. Ó, nagyon jó. Japánban? És most japánban kellett menekülnöd egy korábbi ügyből? Ne, Magyarországon is, meg Japánban is. Tehát a következő, hogyha mondjuk nézzük a jobb kart, hogyha jobb kart hátrahajtod a derékra, ugye az alkar a derékon. Csinálom. Tehát hátrahajtod mondjuk a jobb kart, alkar ugye a derékon, akkor a vállat megfogod, ugye a masszőr kiemeli, ugye a vállat fölhúzod. Pillanat, ne fészkel egy meg. Igen? A lapocka effektív, akkor ugye megemelkedik egy picit, és a négy ujjal ugye be tudsz nyúlni effektív, hogyha nem feszes a lapocka alatti izomrész. Ez egy erogén zóna. Egy erogén zóna. Aha. A vállam. Kicsit bizarr, hogy Laci elkezdte Janinak csinálni. Gyere, csinálj meg! Ez egy kicsit bizarr. És milyen tünetek voltak, hogy mit csináltak a nők, akiknek ezt megcsináltad? Elkezdett fészkelődni. Mert lehet, hogy fájt neki. Lehet, hogy rohadtul fájt neki, vagy leszakadt a kötőszövet, ki tudja. Vagy izomsérülés történt. Aha. Én ugye az etikettet betartva, én nem fogok vendégkörben ugye próbálkozni, mert akkor gyakorlatilag felküphetnék és alálhatnék, gyakorlatilag én ezt nem fogom kihasználni, elvileg van, tehát ez egy erogén zóna, ez egy trigger pont és működik. Balázsék a Rádió Egyen! Hányan fognak ma lapockát masszírozni? Na hányan? Hát ez nem azért óvatosan, nem emeljétek ki a csajotok lapockáját, ha erogén zónát akartok tapintani. Egyébként több masszír megírta, hogy létezik ez a pont, tehát hogy ez megtalálható, ez nem kamú, vagy ez nem hülyeség, csak hát azért ez valószínűleg képzett masszőrnek kell lenni. Igen. Meg egy olyan lapockának, amit könnyű kimozdítani. Igen, igen. Hát próbáljátok meg, ha alszik, akkor nem ellenkezik. És akkor... Aha, így van. Nem? És akkor fölébred, nagyon be van indul, akkor látod, hogy működik. De az is segít egyébként, hogy rátérdeltek a hátára közben. Így van. És előtte lefújjátok. Nagyon sokan vannak a balesetén, úgyhogy hölgyek, urak, persze, csak óvatosan. Ne csináljátok. Óvatosan masszírozzátok. Párotok erogén zónáján. Ne, maradjatok a tradicionális vonalaknál. Így van, hívjuk a naphallgatóját közben. Porszívózzatok ki. Mosogassatok el. Annak jobban erő. Halló? Hello, Balázsék! 10 óra előtt néhány perc. Jó reggel, ciao! Itt vagy?
Az a jó ír, hogy te vagy a nap hallgatója, az a rossz pedig, hogy buktál egy ajándékcsomagot. Hát elköszönt. Meglepődött, vagy megijedt, vagy megszakadt. Ugye a hoteles SMS-re reagált egyébként nagyon jót, eddig csak a táncoktatóktól kellett félni a nyaralásokon, most már a masszörtől is. Ez a valódi Dirty Dancing. Ugye szegény csávó, akinek a masszőr lenyúlta a feleségét. Megtörtént sztori egyébként, még a hotelt is megtaláltuk, igen, érdekes. Megijedt, vagy megszakadt, nem tudjuk, hogy mi történt minden esetre. Hát nem ő. Hát vagy mérges lett, hogy nem nyert. Vagy elöntötte, igen, valami az agyát, igen. Jól van, mikor jön a havazás? Ez az mindenki által terjesztett rémhír, hogy jön, és óriási, és már ijeszgettek itt bennünket, hogy sarkvidéki hideg és tél, sehol sem. Itt kellett volna, hogy legyen. 3 fok, kicsi napsütés. Egy csomó helyen miskolcolok, ültek képeket, hogy van hó, de nálunk semmi. Hát figyeljük, péntek szombat vasárnapra mondanak. Csapadékot, nagyobb csapadékot, igen. Na jól van, akkor most még azért nem menjünk szánkozni megint. Mehetsz, csak mehet, csak nem fog annyira csúszni. Csak szikrázni fogod csinálni. Na jól van. Igen. Az öreg néni őzikéje írója egyébként kommunista. Köszönjük szépen. Jó, hát ez nagyon jó. Hát ez egy fontos dolog. Kaptuk ezt is. De a vercuki. Alapjában véve a vercuki. Nagyon aranyos. Jól van. Na vigyázzatok magatokra. Mi a program mára? Sajtkészítés. Sajtkészítéssel, merülsz a sajtkészítés sejtelmeiben? Én belebolondultam ebbe, már most a béka szólt, hogy vagy abba hagyom, vagy költözik. Valamelyikünk mondtam, hogy én nem hagyom itt a sajtjaimat. Viszed magaddal akkor. Viszem. Én csinálok egy kis zsemlegombolcot vadasmártással, és egy kis svéd vega golyóval. Svéd vega? Svéd vega. Beszélgessünk csak erről a vadasmártásról. Ez a kamuvadas. Kamuvadas, kamumártás? Ősszörrel készül. Hát nem lesz benne semmiféle húsika. De ugye attól függetlenül nagyon-nagyon finom. Úgyhogy tényleg. Bár a sarjú, gyenge hajtás, ne szóljába gizdapajtás. Holnapra írd át az egész. Írd át az egész verset. Jövünk 10-kor. Szevasztok, vagy 6-kor. Csáó, csáó, hello, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.